Aki esetleg szájról olvasott, az most tudhatta, hogy mit mondtam. Aki nem, az hát... sajnálom. De nyomjuk, csapatjuk. Nyomjuk, csapatjuk, folytatjuk, srácok, ezt a jó kis mókát. Most van időnk bőven, hogy úgy igazán haladni tudjunk. Nagyon megfogyatkozott egyébként az ár lőszerünk, úgyhogy azzal egy kicsit tartalékoskodni kéne. És hogyha olyan van, akkor pisztollyal lelőni az enemit. De meg kell, hogy mondjam, nagyon kielégítő az áres puffogtatás. Egyébként láttam, hogy volt kérdés, hogy a Humankind-ban meddig jutottam. Nem akarok róla beszélni. Inasba raktak. Inasba raktak. Слышу вас хорошо, прием. Носорог 3, планы изменились. Дед Мороз отправляется в детский сад в Копачах. Расчетное время прибытия через 3 часа. Обеспечьте сопровождение вертолета, прием. Будем сделано, синяя птица. Выдвигаемся. Будем на месте через 2 часа. Азам мегайдаш. Дед Мороз. Мы с Борисом называли так профессора Семенова. Еще когда были студентами. Возможно ли? Благодаря ему я приехал в Припять много лет назад. Он помог Татьяне получить работу. Уднески, хоть. А теперь сотрудничает с НАР. Семенов профессор, а НАР нак долгозик. Он всегда был настоящим ученым, и он моя главная надежда найти Татьяну. Пиркетешек мега. Ленимитот микрофон ты шаяток. Он был твоим наставником. Микет майнам тудак. Попробуй найти его, если для тебя это так важно. Только будь начеку. Я всегда начеку, Оливер. Скорее всего, его будут охранять. Постарайся проскочить незамеченным. Не строй из себя Рэмбо. Azt mondják, hogy ne rambózzunk rájuk, de hát ez pont én vagyok a nagy Rambo. Ja, értem. Mit tudhat a tírhár? Nem akarod tudni, lovacska. Ír három még a szagokat is érzi. Így lehet szimatolni. Kalácskának milyen illata van? Vajon hagymás volt-e az ebéd esetleg? Így bocsi a kérdésed, de akkor nem lesz több HK? Hogyha... Akkor lenne több HK, hogyha tudnék vele több időt foglalkozni, hogyha valaki nem érti mi az a HK, az a Humankind. Az a helyzet, hogy abba jobban bele kéne mélyülni. Mint például, ahogy az Onival is csináltam. Hogyha sikereket akarok elérni így streamben, látványos sikereket és fejlődéseket, akkor ezt úgy kéne nyomnom, mint anno az Onit. 2018-ban az Oni az elég durván pergett, és akkor elég jól haladtunk, eléggé sikeresek voltunk, úgyhogy ebből a szempontból sajnos a Humankind el lesz engedve. Sőt, elengedtem. De egy nagyon szuper játékról van szó. A 4X-ek amúgy baromi jó. Na, tudunk-e valamit craftolni esetleg? Gyanús vagy, vadafak. Sajnos a korábbi adásról lemaradtam, ahol Humankind érdekelt volna, mikor lehet majd visszanézni. Ma este lehet majd visszanézni. Agniverser. Azóta sokat könnyítettek a zónin, egyszerűbb az eleje. Csábítóan fogalmazol, lovacska. Nagyon csábítóan fogalmazol. Idővel majd úgyis visszanézünk rá. Nos, srácok, a legutóbbi streamben megtanultuk felhasználni a Csernobilitet. Méghozzá arra, hogy emlékeket, döntéseket változtassunk meg. Illetve lett egy újabb emberem. Orosz neve. Mondjuk hát ez egy Csernobil melletti területen. Igen, Saskó. Ő lett az újabb emberünk. Úgyhogy most már 5 emberből 3 megvan, de még egy csomó mindent kéne csinálni. És az egyik dolog, amit mára kitaláltam, remélem, hogy összejön,
Az az, hogy csináljunk... Csernobilit meghajtású eszközöket. Öröm volt még így is nézni, hogy szétalázt. Amúgy én élveztem a játékot, csak egy kicsit zavart, hogy... hogy mennyi mindenre kell figyelni, és mivel egy körökre osztott játékról van szó, ezért nem csak úgy néz ki egy kör, hogy eltelik egy perc, és már is jön a következő, mert addig rengeteg mindent lehet csinálni. Nos. Kényelmet kell csinálni, illetve generátort és sugárvédelmet. Levegővel nem kell foglalkoznunk, viszont kell generátor. Már 2 millió kukit termelsz másodpercenként? Jól haladsz akkor, lovacska. Majd jöhet a kép nap végén, hogy meddig jutottál. Hát... kompakt generátor gombából készül, lehet csinálni nagyot is. Én csinálok ilyen picit. Piculit, gombából természetesen. Nem dick pic-et kértem a nap végén, lovacska, hanem csak egy képet, hogy hogy áll a süti termelése. Ha ez dob egy kicsit a játékodon, én most ennek hatására kezdtem el. Bár a legalapabb módban már nem szoktam hasonlókkal játszani, de most így átjött, amit köszönök. Na, örülök, Vertigia. Én azt akartam, hogy legyen egy kis kihívás, mert hogy már tapasztaltak, gondoltam magam, de... látjátok, hogy mi lett az eredménye. Nos, túl teljesítmény, igen, áramtermelés növekedése az kell. Bám! Bám! Bám, bám! Miért akartam egyáltalán ilyen nagyot? Tehát, hogy a levegő minőségén ront, nem tudom, erre nincs szükségünk. Miért akar valaki optimalizált generátort, hogyha tönkreteszi a levegőt? Oké, hogy sok cuccot ad, de hogy így... mennyivel könnyebb már kompakt generátort csinálni? Jó, most akkor a kényelem kell. Kényelemre kell rámennünk. Tudunk csinálni kórházi ágyat, még egyet. Tudunk csinálni emeletes ágyat is. Nem kellenek ágyak. Viszont ami kell nekünk, az valami olyan, ami növeli a kényelmet. Tudunk olyat csinálni? Tárolókat tudunk csinálni, szerszámokat, fegyverkovács, barkács, eszköz. Na itt van. Kék ledes lámpa. Ledes lámpa. Elektronika. TV, gramofon. Gramofon amúgy jöhet. Földre biztos, hogy nem, tehát kell egy asztal. Fémasztal, iskolai asztal. Paasztal. Na hát ide letesszük. Smelt ide a gramofon, mit szóltak? Van itt színes tévé. Wow, a régi tévé amúgy mennyit zabál. Lehet, hogy azt a régi tévét azt tönkre kéne tenni, azt kapnak ide egy színes tévé. Nézd meg! Miért akar valaki ilyet? Adod ide. Na, tessék. Van rádió, Csernobilit, memória, katalíze, egészségedre. Ja, hogy nem fér... de ide, ide fér az, hát most... tessék. Na ilyen az, amikor...
Ilyen az, amikor nem nagyon van helyed a színes tévére, de azért csak oda teszed. Jenőke, nagyon szépen köszönöm a 100-as sírt. Elég összetett a játszi, ebbe igazad van, én imádom ezeket a stratkókat, teljesen beszegpantottak, ez is nagyon bejövős, Game Pass-ba kipróbálom, és legközelebb hát a hasznosabb segíts. Hívják-e? Rendes tőled egyébként. Az a helyzet, hogy nagyon jók a stratégiai játékok, viszont ez akkor ment volna nekem jobban, hogyha jobban benne vagyok ezekbe a játszikba, de hát láthattátok, hogy annyira nem. Na. Micsoda? Bázis fejleszt, ez kell nekünk. Kell még kényelem, és kell sugárvédelem. Jó, a sugárvédelmet meg kell néznünk, hogy hogy kell. Most éppen agyalok, hogy mi miatt kölgök, de valószínűleg amúgy a hideg ásványvíz miatt. Szóval akkor hideg ásványvizet se szabad innom. Tehát valami kényelmi dolog kell. Kényelem. Rakunk le székeket, jobb lesz. Fotel, fémasztal, mert a fotel. Na hát, és akkor forgatjuk egy kicsit. Tessék, de leülhetsz chillezni. Gombából készült fotel? Érdekes. Gombából készült fotel. Rere pupák, lurki-lur kiskacok. Sugárvédelem, bázisfejlesztések, sugárbiztonság, és lehet csinálni fertőtlenítő zuhanyt, illetve lehet csinálni sugárzás asszimilátort. A besugárzott részecskék elnyírésével ez az eszköz csökkenti a szennyeződést, és lehetővé teszi neked a légzést, anélkül, hogy kirázna tőle a hideg. Hát akkor kell ilyen sugárzás asszimilátor. A gombából készült fotelt már csak a penész tartja össze. Szia, Dilufer. Na jó. Legyen. Sugárzós cuccokat ide lentre rakjuk. Ja, pont, hogy fordítva akartam oda rakni. Hoppá. Puff. Elfogytak a gombák. Igen, teljesen elfogytak a gombáink. De semmi gond, mert ettől még tudunk venni fertőtlenítő zuhanyt. Ezt ide rakjuk a sarokba. És kéne valami lámpa is. Ez olyan béna így. Na. Sokkal jobb. Csernobilit szobabiciklit, meg Csernobilit radiátort minden háztartásba. Na, srácok! Hát az a helyzet, hogy most megépítettünk minden egyes fejlesztés, ami csak lehet a bázisra. Úgyhogy ezzel most már elérhetővé tettük azt, hogy lehessen csinálni Chernobylite szintetizátort, tehát Chernobylitet lehet előállítani, illetve anti-Chernobylite égőt. Sztok, szevasztok. Sugárkamra, a sugárkamra nagyon-nagyon hasznos. Lehetővé teszi, hogy megsemmisítsem önmagam.
Kösz, idéve a linket. Miről szól ez a link? Arról szól a link, hogy jön 3 órakor az új operáció? Köszi az infót, Deb. Fegyverkovács, molekuláris gyorsító, molekuláris plazmavető, illetve sugárpuska kalibrációs eszköz. Jó, legyen ilyen molekuláris plazmavetős cucc. Ja, nem tudunk. Jó, emiatt se tudunk. Na, hát ez nagyon szuper, semmilyen ilyen extra dolgot nem tudunk csinálni. Csak lecraftoltuk, amivel majd tudunk. Fluxus nem, nincs. Sajnos nincsen, pedig az biztos javítana a kényelmemen. Na, jól van. annyit csinálunk még, skacok, hogy a rengeteg mindent, ami ott volt, azt most szépen átpakoljuk. A rengeteg fejlesztésnek köszönhetően az inventorimból most eltűntek a cuccok. És avatott szemek láthatják, egyébként, csak mondom, azt is, hogy szarul pakoltam. De azt is láthatják, hogy 12 helyen most már több van az inventorimban. Méghozzá ez a két oszlop. Szia, sasmadár! Jó, teszünk egy kis gyúlékony hozzávalót. El, egy 5 darabot. Úgyhogy nagyon jól haladtunk most, srácok. Az elmúlt pár percben, és az elmúlt streamben is nagyon-nagyon jól haladtunk. Hány órája játszom el a Csernobilet? Felkiált a játékok, és akkor ott meg tudod nézni. Egy csernobili Mike Oldfield jöhetne, Scott. Na nézzük. Ki, milyen, hát mondjuk senki nem fog pihenni. De az Olivért el lehetne küldeni egy kis lőszercsomagért. Így van. Oliver Go lőszercsomag. Sasko Go gyógyszercsomag. És Mikhail Go utánpótlás csomag. Nagyon király. Nagyon király! Na! Én pedig megyek a régi baráthoz, a mentoromhoz. Aminél azt írják, hogy nagyon is lehetséges, hogy a régi barátom és mentorom a NAR kezébe került. Ha tényleg az a Georgi Szemonov, akire emlékszem, akkor biztosan segíteni fog nekem. Meg kell őt találnom. Úgyhogy most ezt a küldetést fogjuk csinálni. Nem tudom egyébként, hogy hogy állhatunk a játékba, hány százaléknál járhatok. De csak is kizárólag küldetésre mentem, tehát hogy nem lődörögtem. Георгий Семёнов. Itt ottam ott egy lőszer meg egy gyógyszercsomagért. Max az elején egyetlen egy rétre. С чего бы ему работать на нар, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. Igen, itt sajnos a betöltő képernyőnél akad a játék. Nem tudom, hogy közéletek játszott-e valaki ezt a játékot SSD-n. Neki itt akadozott, vagy ez amiatt akad, mert hogy nekem vinyón van, nem SSD-n. Ha esetleg erre tudjátok a választ. Na, srácok. Hú, ez M2-öm van, és azon is. Ó, köszi Nava, köszi a visszajelzést.
Akkor jó, azt hittem, hogy ez nálam amiatt akad, mert hogy vinyom van és nem SSD-m. Én is általában egyébként a legtöbb mindent M2-re szoktam rakni, de hát most nem volt rajta hely. Mármint, hogy nem most, hanem még amikor megjelent a Csernobilit. Ott a csavargó, ott van kérdőjel, ott megint van kérdőjel, ott megint van kérdőjel, és oda kell menni. Úgyhogy úgy fogunk menni, hogy kezdünk ott. Bár ez nem jó. Kezdünk ott, bár itt valószínűleg sugárzás van. Kezdünk ott, és akkor oda átmegyünk, és akkor onnan vége lesz. Nekem is a betöltésnél ilyen, haligali, olyankor nekem is az akad. Akkor jól van, köszi szépen srácok a visszajelzéseiteket, akkor ezek szerint nem azzal van gond, hogy nekem vinyom van. A Dead Island játékoknak be a Dead Island is akad, azt mondod? Durva. Az a durva egyébként, srácok, hogy látjátok, most is például beakadt a játék, hogy így kint van már mióta a játék, és ezzel annyira nem foglalkoznak, vagy legalábbis nem olyan látványos. Hát végül csak a betöltő, csak a betöltés, tehát nyilván vannak ennél fontosabb dolgok is. Nem tudom egyébként, hogy amióta megjelent a Chernobyl-t, azóta javítottak-e rajta valamit például. Ezt például nem vágom. Ti vágjátok? 14 és fél órája nyomom ezt a játszit? Komolyan? És most gondolj bele, hogy az első 5 órában már termálos shotgunom volt. Jaj, a streamen kívül nem nagyon játszok a játékokkal, srácok. Na most őt kis pisztolyjal kell megölnünk. Na hát ez nem jó. Húha! Itt mi volt a gond? Hiszen hangtompítós a kis pisztolyom, nem? Nagyon feltűnő voltam, vagy nagyon feltűnő helyen volt az enemy? Valamelyik a kettő közül. Iszonyatosan mázim volt szerintem azzal a termálós sotival. Már így a legelején. Fura. Köszi szépen, srácok, egyébként tényleg a visszajelzést itt a betöltéssel kapcsolatban. Oda le lehetne menni például. Itt volt egy kérdőjel, szóval valószínűleg mindjárt történni fog valami meglepetés. Mert hogy látunk kérdőjelet, de nem látunk semmit. Ennek a babának kéne rémisztőnek lenni például? Hát lehet, hogy amúgy pont ez volt a rémisztő. Vagy lehet, hogy ott van lent valami. A kérdőjel eltűnt. Nem megyünk le. Lemenjünk? Azt szeretnétek, hogy lemenjek mi? Aggódjunk, parázzunk!
Jó, hogy ide tévedtem, mert megjelenés napja óta lenne a játék, és még csak el sem indítottam. Persze a közre játszott, hogy akkor ő kapta meg a PS5-ömet is végül. Ismerős, ismerős. Meg lett a PS5, én is mindent azon akartam játszani. Sőt, csak PS5-ezni akartam. Ne is mond, olyan szívesen recsiteznék. Például. Mi tart vissza? Hát, hogy még sok más játékot kéne nyomni. Mármint, hogy sok más játékkal szeretnék játszani. És nincs végtelen időm. Az nagyon zavaró, hogy nincs végtelen időm. Na, plusz egy nyom, de ezt már valószínűleg, igen, ezt már olvastuk. Valami időgépet kéne. Vagy olyan időnyerőt, mint ami Hermione-nak is volt. És akkor tudnám csinálni a párhuzamosan a E-Hunter 2, meg a E-Hunter 3, meg a 4 streameket. Jutna ide vovozni is, meg votozni is. Meg játszani még több sztori játékkal. Vagy lenne egy E-Hunter, aki csak siege-ezne. És akkor a többi meg tudna minden más csinálni. Az amúgy elég jó lenne. Alattunk van valami. Ja, meg lenne egy ilyen ter, aki csak háttább streameket nyomna. Amúgy lehet, hogy klónok kellenek, az lehet, hogy egy olcsóbb projekt lenne, mint az időgép, amúgy igazatok van. Эй, ты! Господи боже, как ты меня напугал! Не смей больше так делать, когда я работаю! А лучше вообще никогда так не делай! Megijesztettük a csavargót. Nem fejeztem be a Horizon, de szeretnék vele játszani, igen. Dani Minator. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy jut rá idő. Egy belekukkantást mindenféleképpen megejtek, aztán hogyha annyira szerelmes leszek vele, akkor mi hamarabb végigjátszást szeretnék belőle. Megtalálnád... Az a helyzet, Zoli, hogyha több E-Hunter lenne, akkor megtalálnád azt, aki neked kell? Választhatnál, hogy melyik E-Hunterre van szükséged. Streamings. Igen. De ha nem te lennél az a I, aki szivárány hatozhatna? Ja, hogy választhatnék, hogy melyik E-Hunter akarok lenni, hogy melyik játékkal akarok éppen én játszani, és nem a klónom. Hát én az a E-Hunter lennék, aki... Néha ezt csinálna, néha azt csinálna. Ha kötelező lenne egy valamit választani, hogy mi az, amit biztosan csinálnék, akkor... Hát nem is tudom, ez bonyolult lenne. Ami biztos, ami egyelőre biztos, az a Siege. A végi játszások is amúgy izgalmasak, de nem akarom azt, hogy néha legyen játék, amitől rosszul leszek. Szóval ez egy nehéz kérdés. Ami biztos, és amitől biztosan nem leszek rosszul, max egy kicsit ideges, az a Siege. De azt nem szeretném, hogy utána... Hogyha lennének klónjaim, akkor utána csak egyfajta játékkal játszanék, vagy hogy egy játékkal játszanék.
Nagyon billak ki ide a háttabos klónot, szerintem nem lenne sik... Honnan tudod? Hát vannak a tesók, a srác tesók, akik nyomják a háttabozást, vagy nyomták, nem tudom. Azok is sikeresek, nem? A Horizonban egyébként az nem tetszett, hogy kontrollerrel kell célozni. Ennyi. Az óceán parton sütetnéd a tested a nappal, minek dolgozni, hogyha van 50 klónod? Hát azért az uncsi lenne, nem? Az uncsi lenne. Что ты здесь делаешь? Ну, кое-кто продал мне комбинацию к этому сейфу. Нам это за сейф, амихас, чтобы телепитаттунг. Так бывает, когда жадность застилает глаза. Что? Нет, жадность это хорошо, она движет миром. А это, ну, будем считать это издержки профессии. Но жаль, конечно. Большие деньги за эту комбинацию отдал. Может, отмычками удастся открыть? Tudtok valami MMO-t ajánlani? Várjál. MMORPG játék, amit ajánlani tudok, van pár. Ja, nem próbáltam még a Thor-t egyébként, a Star Wars-os MMO-t, meg a Lineage-et. De fogok MMO-zni majd, hogyha megjelenik a New World például. Az egy másik Thanos volt? Lehet amúgy Tadeusz. Sőt, biztos. Szerintem tuti Narostól. Narosoktól vette ezt az infót a csavargó. Например. Не могу сказать. Иначе придется тебя убить. Шутка. Уж надеюсь. А ты знаешь, что там внутри? Ну, наверняка что-то очень ценное. Иначе зачем? Сентенем, шеми нам лесом басивба. Надо было монтировку захватить или динамитную шашку. Да. Динамит тут бы точно не повредил. Nem unalmas a szonda, de nava. Figyelj, nem tudom. Szerintem az ember egy idő után beleőrülne, hogyha nem kellene semmit se csinálni, nem? Vagy lehet, hogy ezt én gondolom csak rosszul. Tehát ha csak vagy és éled az életed és nem kell semmit csinálnod, hogy a megélhetésedért küzdj, az unalmas lenne, nem? Похоже, ты в затруднительном положении. Что собираешься делать? Ну, открыть не получается. Но, может, у кого-то еще получится? Возможно. Но он выглядит довольно старым. Не исключено, что он весь проржавел. Может быть. Черт! Ну нахер этот хлам! Все, я сдаюсь. Что? Фелодя. Ну, слесаря я сюда вызвать не могу, верно? Инсейн там киту дом нитни. Я и так достаточно времени убил на этот замок. Если хочешь, можешь тоже попытаться. Átengedte nekünk a terepet. Jó van, Scott, köszi, hogy itt voltál. Szép napot neked, szia-szia. De mindegyik hit nézned, az a helyzet, Blade, hogyha lenne 10 másik, vagy 9 másik Eanter, és mondjuk tételezzük fel, én nem is streamelnék tovább, akkor nem lenne annyi időt, hogy mindegyiket egyszerre tudjad nézni, tudnál nézni, csak nem tudnál mindegyikre figyelni. És döntened kéne, hogy melyik az, amelyiket szívesen néznéd. Ezt nézzük úgy, hogyha előtte dolgoztál, mint a veszett kutya, akkor nem hiszem, hogy unalmas lenne, de ha előtte nem csinál semmit az ember, akkor meg lehet unni. Szóval azt mondod, hogyha valaki már úgymond kidolgozta magát, és elérte, amit el akart az életbe, és lenne rá lehetősége, hogy ne csináljon semmit, akkor... Az azt feláztani, hogy ne csináljon semmit?
Nem tudom, az a helyzet, hogy sose gondoltam például abba bele, hogy a nyugdíjasok azok mit csinálnának. Tehát, hogy mármint, hogy mit csinál, nem, sose beszélgettem nyugdíjassal, hogy így, mi az, amit csinálna. Természetesen, hogyha tudna, az nem opció, hogyha valaki nyugdíjas, és amúgy azért, tehát hogy úgy nyugdíjas, hogy igazából már nem is tudna munkát végezni mellette. De például, ha valaki úgy megy nyugdíjba, például vagy rendőr, vagy katona, ők tudom, hogy sokkal hamarabb tudnak nyugdíjba menni, hogy ők róla például azt hallottam, hogy nyugdíjba mennek, azt ugyanúgy dolgoznak tovább, nem? Tehát, hogy érted, nem izé élik az életüket és unatkoznak, úgymond. Tíz képernyő setup. Nagyszüleim mióta nyugdíjasok, azóta kevesebb szabadidejük van. De az inkább azért van, mert a nyugdíjból nem tudják fenntartani a családot. Na látod, de ezt nem vágom annyira, ezt nem vágom annyira, Tadeusz. Én tuti nem, ha egy hétig nem dolgozok, sőt, ha 2-3 napig, és csak itthon vagyok, és nem csinálok semmit, inkább mennék vissza dolgozni, annyira nem tudok mit kezdeni magam. De ez azért van Dave, mert nem tudod, hogy mit kezdj a szabadidőddel. Így van, lovacska. Amúgy, ez hülyeség. Amúgy, most, hogy így egy kicsit tárgyaltunk erről a dologról, és Nava mondta, hogy nem unalmas az élet meló nélkül. Valóban. Annyi dolgot lehet csinálni az életben, ami nem munka, és nem az otthonlét, hogy nem biztos, hogy lehet unatkozni. Bár a sok felfedezés is meg kalandozás is egy idő után unalmas lenne, ez biztos. Főleg, hogyha valaki nem olyan ember. Engem rohadtul nem érdekel, hogy mi van úgymond a lakáson kívül. Úgyhogy lehet, hogy nekem unalmas lenne az élet, de a fene se tudja, lehet, hogy megszeretném. Nem tudom. Kifejezetten élveztem, amikor 3 hónapig munkanélküli voltam. Kellett itt ott dolgozni a pénz miatt, de kellett a 3 hónap, hogy kialudjam magam. Szia, Amy. Hát ez egy elgondolkodható dolog. Ez egy elgondolkodható dolog egyébként, skacok. Igen, hát általában a nyugdíjasok, hogyha tehetik, amúgy szélon nyomatják a melózást. Всё. Закрыли его с концами. Обычные отмычки не помогут. És igazságos így az élet, Nava, hogy az életed 80%-át a munkával töltöd? Nyilván jobb lenne, hogyha nem kellene ennyit dolgozni, de hogy lehetne jobb? Jobb lenne, hogyha kevesebb időt kellene a munkára fordítani? Nem tudjuk sehogy se kinyitni ezt a dolgot, és én meg itt elafkoltam az időt, úgyhogy most sietnünk kell vissza. Hogy is kell visszamenni? Jó, ez nem a visszaút. Sietnünk kell, hogy ne történjen semmi rosszaság. Oké, és oda fölmegyünk, és akkor a csavargóhoz. Hát csak úgy értem, Nava, hogyha dolgozhatnál kevesebbet, akkor jobb lenne, jobban be tudnád osztani az idődet, és lenne mit csinálnod, úgymond. Vagy akkor is azért többet dolgoznál, például?
Vagy hülye kérdései vannak itt a Janternek. Nagy a baj, srácok, fel kell venni a maszkot. Eltemetett katona. Ez az eye-tracking nagyon menő, csak így tovább az újításokkal. Na, örülök, hogy tetszik, Ádám. Szerintem is nagyon hasznos dolog. Már akinek. És tök jó, hogy van egy ilyen feature, amit kibekapcsolhatsz, hogyha éppen nincs rá szükséged. A helyzet nem néz ki jól a számára, szerencsétlen. Figyelmen kívül. Miért kellene aggódnom egy rohadék naros miatt? Megkérdezzük, hogy mi történt. Lezuhant a mennyezet egy darabja és leütött, nem tudok mozogni. Figyelmeztettem az egységemet, bármelyik percbe ide érhetnek. Hát akkor viszlát. Gázállarc szűrő, tudok-e neki adni? Persze. Jó, jön egy plusz példány arra az esetre, a megmentő csapatnak eltart egy ideig ide érnie. Adunk neki, hát miért ne adnék? Miért ne adnék? Viszont jönnek narosok, akkor lesz kit megölnünk. Na, az tök jó. Szerintem sokan egyébként, mármint hogy lehet, hogy én gondolom rosszul, és lehet, hogy ez azért van, mert nem beszélek annyi emberrel, de az a meglátásom, hogy sokan nem is nagyon tudnák mire fordítani az időt, és csak úgy eltelne. Csak úgy eltelne az időnaba. Hogy így igazából, mint hogyha nem is lett volna. De lehet, hogy csak rossz a meglátásom. Sikerült most egy csomó mindent lootolni, szerencsére. Ennek a nyugdíjasok el vannak az unokákkal, 0-24-ben unokázni akarnak, úgy kell szólni nekik, hogy kapcsolódjanak ki. Nekik az is kikapcsolódás azért, az unokázás, nem? Jó, persze azért fárasztó is lehet. Kell a növény, és ha jól látom, az ott gomba mellettem. Hát ez nagyon nem néz ki jól, srácok, és arra kell mennem, nem? Igen, arra kell mennem. Jaj, hogy tűnik el a zöldség! De mi ez a hang? Mégse tűnik el, kell a gázmaszk. Hát nem látok semmit. Így a jó játszani, srácok. Valakinek a lootját felvettük.
Azt hiszem lebuktunk. Hó. Ez jó menet volt, skacok. Ahogy látom, ott maradt egy táska. De ez az, amit már kilótoltunk, szerintetek? Ó, nem. Ó, de jó. Ez nagyon jó volt most, kacok. Ez most nagyon jó menet volt. De még mindig azt mondom, hogy siessünk, meg ki tudja, mi van akkor, hogyha fél órát töltök itt el ezen a helyen. Köszi szépen, srácok, a követéseiteket közben. Érezzétek jól magatokat. Egy kis gomba? Aha, gomba is kell nagyon. Még egy kis gomba. Itt volt az első komolyabb akcióm azzal az idegen lénnyel, az árnyékkal. A szűrőt vissza is kaptuk egyébként. Very big, very fat loot. Szépen jön az XP. Na, a CD Projekt-es Gerard magára kickstarterezik. Mit kickstarterezik magára? Nem ez lett volna a mentő alakulat így Károlyt pazarolni? Hát nem tudom, ezek inkább védték, ezek szerintem nem a mentő alakulat lett volna, mert hogy... Szerintem. Mert hogy ezek inkább a mentort védték itt, nem? A mentoromat, a professzort. Ja, hogy mangára, én meg magárát olvastam. De láttam, hogy javítottad is közben. Wow! Ez tök jól hangzik, Lovaska. Mondom, téged érdekel az ilyen dolog. A Witcher manga. Professzor! Soszi! Szemonov! A NAR-nak dolgozik. Ki tudja, hogy még mindig ugyanaz a bolondos tudós-e? Это вы, профессор Семенов. Георгий Семенов с АЭС имени Ленина. Ленина уже давно нет. АЭС еще здесь. Но да, это я. Буду крайне признателен, если вы опустите оружие. Это я, Игорь Хименюк. Знаю, 30 лет прошло. Вы меня не узнаете? Игорь и Татьяна. Благодаря вам мы приехали в Чернобыль. Вы помогли нам получить квартиру в Припяти. Конечно, я теперь вспомнил. Игорь Ой, и Татьяна, вы были мне как родные, как дети. Расскажи мне, как она поживает? Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с НАР? Не очень это там одет Самонов профессор ВТК, юристик, анарошок. Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. За отъезд 26,49 гигабайт. Но мне это хозе, блин. Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Удивительное создание, очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? А локалиш фаунет визгая. Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать. Оливер szerint kényszerítették, hogy a NAR-nak dolgozzam. Mit keresnének a dokumentumok egy óvodában? Сеня. Да. Похоже, они как-то связаны с Чернобылитом. Ты знаешь о Чернобылите? У тебя была возможность его изучить, мы могли бы сравнить выводы.
Но все-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я nem emlékszik, hogy mi történt a katasztrófa éjszakáján, Igor. Мне нужно найти её и выяснить. О, так её, блядь. Четвёртый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки. На, это az előbb beszéltünk a Ihenter klónokról. Az egyik klón az biztos, hogy végigjátszana az AC-kat. Ez nagyon nagy vágyam, hogy végre AC-zhassak. Вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Meg fog minket keresni, hogyha éppen alkalmas, most pedig húzzunk innen, azt javasolja. Jó. Hát akkor... Mindjárt hazamegyünk. Kis étel. Jaj. Ahol egy van, ott van kettő is. És ahol van kettő, ott van három is. Ja? Itt volt valami, három muskétes, itt volt valami nyom. Műtét utáni fájdalom, szélsőséges nyugtalanság. Ki lehetett ez? Kiről szólhatott? Ne is mond Tibiákám. A Brotherhood után Revelation, vagy nem is tudom mi volt a Brotherhood után. De az volt az, amit már nem játszottam végig. Igaz, hogy nem streamben játszottam, szóval újra kezdem. De hogy csak kettő AC-t nyomtam végig. Most ez nem tudom, jelzés, nem tudom, az ott mit akar jelenteni? Csavargó. Az ott mit akar jelenteni? Visszamegyek egyáltalán oda? Mi az a négyzet? Valaki nem vágja, srácok, hogy a négyzet az mit akar jelenteni itt a Csernobilidben? Ez valami mellékküldetés, a zár mögött, aha. Logikus. Logikus. Csavargó, még el tudunk lenni. Még el tudunk lenni egy kicsit. Egy kicsit még el tudunk lenni. De lassan vissza kéne mennem.
Hát figyelj, igazából, ameddig tudok, itt maradok még ezen a területen. Van, ahogy látjátok, még bőven van mit itt lootolni. Te egy kicsit megijedtem. Ez valószínűleg amúgy azt akarja jelenteni, hogy húzzak innen a fenébe. Na, gyorsan most egy térkép. És remélem, hogy itt lesz ez a cucc. Tolvaj kulcsozás. Nagyon jó, nyom. Plusz nyom. Sugárzási dózis alanyok. Aha, igen, egy nyom volt itt elrejtve. És most szépen hazamegyünk. Ja, szóval egy nyom volt itt a zár mögött. Hogy te se olvastam, hogy mi az. Itt végén ingyenes volt az új Watch Dogs, kipróbáltam, sajnos. Úgy beszippantott, hogy megvettem a Goldet, és pont akciók voltak. És 32 euró volt. Na, hát akkor ez egy jó vétel volt neked, Blade, nem? Az egy jó vétel volt. Na, örülök, hogy megtetszett. Örülök, hogy bevált. Most lesz lassan egy éves, nem? Az a Watch Dogs, ha jól rémlik. Mikhail fél kenyeret hozott. Egy fél kenyeret, hát az semmi. Az semmi. 28 kajánk lett. Meg kell nézni, hogy mennyi lesz az előállított. Mennyi lesz az előállított ezután. Tehát 24-re most lementünk. Növekedni fog. Mindenki duplát kap. Tehát. Akkor 20,4. Mindenki duplát kap, és megyünk tovább. Legközelebb, nem tudom, hogy mennyi lesz a termelt, erre vagyok kíváncsi. Jó. Jó, ez egy jó menet volt. Hát lőszerben mindig szarul állunk, meg cserélni, és cseréltünk most senkit. Senkivel semmit. Gazlótolás, gombalótolás. Olyan kellene, hogy leltárés, parkácsolás, olvajkulcs, Csernobilit szintetizátor. Sugár, igen, ez a sugárkamra, ez baromi jó cucc, igen, igen. Fegyverkovács, és akkor itt kell nekünk a molekuláris gyorsító. A Black Stalker ellen van elég van, ahol az ellen mindig van muníció. Akit érdekel, még ma tart a leárazási akciójú például. Ó, köszi. Köszi az infót, Blade. Rendes tőled. Na, molekuláris plazmavető, molekuláris akku, sugárpuska és folyadék lövedékek. Hát én szeretnék egy molekuláris plazmavetőt és egy sugárpuskát.
a legmodernebb fegyverek egyike, amely stabil plazma lövedéket hoz létre és lő ki, becsapódáskor pedig destabilizálja és lebontja az élő szervezeten molekuláit. Tehát ez a plazma ető, ez valószínűleg nem sokat tud lőni, de amit lő, az nagyon erős. Oké, és hát elgondolkodtatod, de most nem akarok ilyet. Sugárpuska viszont jobban érdekel. Sugárkinetikus ágyú. A Csernobilit erejét használja a tekercsek azonnali feszültség alá helyezéséhez, és hatalmas elektromágneses mezőt hoz létre, amely nagy erővel és sebességgel ruházza fel a lövedékeket. Érdekes. Jó, tudjátok mi jutott eszembe? Az, hogy anti-Csernobilit égő kell nekem. Nem tudom, mennyire vagy közel a végéhez, de kell valami cucc a Black Stalkertől, szóval egyszer le kell győzni valamikor. Én egyszer már legyőztem. Már harcoltam vele. A Stalker 2-ről mi a véleményem? Az a helyzet, hogy nem vágom annyira a stalkereket, de ha jól sejtem, Lovacska azt mondaná, hogy ez legalább annyira érdekes sorozat lenne nekem, mint például a metrók, vagy a Mass Effect-ek. Csernobilit égő. Jézusom, ez a szintetizátor ilyen sok helyet foglal? Erről nem beszélt senki. Nem mondta senki, hogy ez a szintetizátor ilyen sok helyet fog foglalni. Jézusom! Még a Stalker kb. Olyan, mint a Chernobyl, csak nem tudsz benne építeni. És vannak ilyen monitorok benne, mert akkor jó játék. Szia, Konaja. Szóval a stalkerek azok így kimaradtak nekem eddig. Jó, az a helyzet, hogy most csináltam valamit, amitől a kényelem lovos lett. Tehát, hogy kellene valami elválasztó izét csinálni, ami gombából van, meg mechanikus alkatrészből, úgyhogy ez annyira nem érdekel. Aha, lehetne csinálni foteleket. Egy fotel. Aztán még egy fotel. Aztán sugárvédelem ellen kellene valami. Na ez jó lesz. Ez mi? Asszimilátor. Sugárzás, asszimilátor. Egy ilyet szeretnék ide. Értem. Asszimiláld a sugárzást, légy szíves. Jó. És kényelem. A kényelemmel kéne valamit csinálni. Na, ez tetszik. A rádió. Ez a rádió. Jó dézizést, Nava. Köszi, hogy itt voltál. Szia, szép napot. De kitesszük a rádiót. Ő lesz a rádiós ember. Ez nagyon jó helyre lett rakva. Hogy állunk? Oké, és pluszban van a kényelem. Az a lényeg. A Stalker után én annó koliba játszottam ki őket edzés után este, volt mikor mindenki felriadt, mert majdnem felborítottam az asztalt, úgy megijedtem. Nem, de vannak benne sugárfertőzött területek, anomáliák, Csernobilban játszódik a zónába, csak nem egy mai játék. Pedig annak a Stalkerek közül iszonyat nagy hype volt, az embereknek folyt a nyála, ha a GSC bármilyen év. Aha. Az a helyzet, hogy valószínűleg akkoriban nekem nem volt olyan gépem, ami jól ment volna a Stalker, melyre tudok kipelni.
Csernobilitet tudunk kraftolni gombából és növényből, tehát akkor már nem is olyan ritka a Csernobilit. Aztán tudunk ígőt is csinálni. Ez egy egyszer használatos dobófegyver, automatikusan elhasználod, amikor megpróbálsz szétrobbantani egy Csernobilit falat. Bár közönséges jelzőfényre hasonlít, egy különleges szintézisnek köszönhetően nagyszerű eszköz a Csernobilit kiirtására, anélkül, hogy felszabadítaná az energiáját, hatékony és biztonságos. Na hát ilyen kell egy pár darab, mint a tolvajkulcs is kell egy pár darab. Szia Miklós! Az első rész talán 2007-es vagy 2008-as volt, aha. Ja. Nekem nem volt gépem, amin így tudtam volna azt játszani például. A stalker kifejezést meg azokra is használják, akik illegálisan gyalogolnak Pripyatig 45 kilométert. Legalábbis gondolom a 45 kilométeres sugarába. Elrendezzük gyorsan az inventorit, és már is megyünk tovább. Ó, akkor 3-at viszünk magunkkal. Na hát ez... 8,2. Aztán itt kell nekünk egy 24,4. Valakinek nem volna világos, hogy miért számolgatok itt ennyit, azért számolgatok ennyit, mert mindig akarok magamnál tartani 5-öt mindenből. Azért megy a számolgatás. Jó sok fémlemezt szereztünk. Mi a helyzet, Miki? Nyugtató sók. Meg kéne vennünk egy sugárzás gátlót. Az inventori rendezgetés, na ezzel nagyon sokat el lehet tökölni, főleg akkor, hogyha nagyon le van limitálva. Ez a helyzet, hogy ez nekem nagyon ismerős. Ez nekem nagyon ismerős, mert... Tarkovban is a legalacsonyabb kiadással rendelkeztem, úgyhogy ott aztán kellett figyelni arra, hogy... mi az, ami értékes és mi nem az. Mi az, amit meg akarok tartani. Na, hát például ihánterek, ugye? Lenne egy ihánter, aki tarkovozna is például. Na, hát lett 4 képességpontunk. Meg kell nézni, hogy mi az, amire érdemes lenne költeni. Halkabb mozgás, halkabb futás, sörétes, nagyobbat sebez. Gyorsabban futhatunk, biztonságosabban érhetünk földet. Tehát ez annyira nem érdekel. Gyorsabb futás. Az életelő sáv 3 ponttal megnő, ez talán nem úgy érdekes. Na, jó csillelést akkor, Miki. 15%-kal több alapanyagot gyűjtesz be, aztán még több alapanyagot gyűjtünk be. Ételtalálás, növény és gombagyűjtögetés közben. Hát ezek, megmondom őszintén, srácok, nem olyan képességek, amiktől így lázba jövök. Talán az, hogy több alapanyagot gyűjtünk be. Talán az. Na hát akkor kell nekünk Mikhail. Hát ő saskó, Mikhail pedig a fene se tudja, hogy hol bújik el. Szia Ironside, szevasztok. Hol lehet szerintetek Mikhail? Ti láttátok? Hogyha láttátok, nyugodtan mondjátok, skacok. Saskó, Olivér. Hát az én szobámba csak nem jöttek be. Hát esküszöm, nem látom.
Olivér. Saskó. És Mikhail. Hát pedig itt kéne lenni a bázison, nem? Oda is lehet menni. Ezt jelöli egyébként. Itt van egyébként. Meg kéne nyitni a térképet, és akkor látom. Azt mondja, hogy itt van Mikhail. Olivér és Mikhail. Ó, hát ott nyomatja az ágynál. Hey, boss! Yes, mi? De. Kérdezni akarok valamit, Igor, és nagyon őszintének kell lenned velem. Mit szeretnél? Mi az az érzésem, hogy nem teszed, hogy komolyan? Tehát nem veszel komolyan. Mi a terveid a Narral és Kozlovval? Az az érzésem, hogy hajlandó lennél lepaktálni velük, még talán valamilyen megállapodásra is juthatnál. És szeretném, ha megértenéd, hogy ezt nagyon nem engedhetem. Valóban? Mit akarsz, hogy mit tegyek, Mikhail? Semmi sincs meg a rohadékokat, ezt akarom. Akaszt fel Kozlovot a legmagasabb fa, legmagasabb ágára, Pripyatban. Tiszta fejű fickónak állítod be magad, de néha úgy viselkedsz, mint valami önző. Majom. Tatjana, ez a tvoja cél. Ani moja. Когда тебе Mikhail bosszút akar állni. Ты не стремаешься использовать меня в своих целях. Придет время. Я использую тебя. Gond nélkül kihasználom Mikhailt a küldetésemhez, és lehet, hogy majd fordul, hogy ő használ ki az ő küldetéshez. Ничего не обещаю, профессор. Oké. Szia, de a második. Миша, ты... Говно вопрос! Споры приготовь! Na, tehát kell nekünk az, hogy gyűjtögetés. Aztán pedig a tökéletesebb gyűjtögetés képesség. Mit is csinálunk? Á, igen, mert emlékszem. Megtanítanak, hogyan gyűjtögethetsz készleteket. Nagyon fontos, hogy egy igazi stalker felismerje különféle gyógynövényeket és gombákat, igaz? Azt is tudnia kell, hogy hogyan veheti észre a hasznos dolgokat, például az elektronikát vagy az alkatrészeket. Érted, mire gondolok? Gyorsnak is kell lenned, nem kóborol a cidi után, különben valami a végén meglepés, a segged beharap. Ezért a gyakorlat időre fog menni, adok 60 másodpercet, hogy valami hasznosat találj, nem érdekel, hogy készen állsz vagy sem. Mindjárt olvasom, Adri, hogy mit kérdeztél. Akkor lenne nehéz ez a küldi, hogyha nem lenne ilyen pásztázó, nyomozó kézi készülékem. Mert így full easy. Pirítós tettem amúgy ebédre is. Tudom, én ilyen uncsi vagyok, hogy mindig ugyanazt nyomom. Sertés felvágottam még hozzá. Most nem volt fancy főzelék meg madártej. Ezért nagy dolog, mikor azt mondod, hogy több főzelék madárra? Madár teje? Время вышло! Ну, Игорь, посмотрим, чего ты насобирал. Na. Неплохо для ученого динозавра вроде тебя. Совсем неплохо. Azt mondta, hogy ügyes voltam. Ну ладно. Надеюсь, ты не забудешь сегодняшние уроки. Хрена ли тебе? Миша, ты... Говно... Спор... Tökéletes gyűjtögetés. Na, ezt is kirakjuk. Отлично.
Gondolom ez is ugyanolyan küldetés, hol lesz, mint az előbb. Думаешь, собирать припасы это так просто? A nagy levelekkel rendelkező gyógynövények gyakran megtalálhatóak a kisebb testvéreik közelében, sőt még maguk alatt is, tehát ha extrém figyelmes vagy, az további felfedezéseket jelent. Kész állsz arra, hogy leteszteld Mikhail bácsi tudását? Oké, akkor készítsünk egy gyógyító kenőcsöt. Keresned kell 2 gombát és 2 gyógynövényt. És mivel az időm annyira értékes, a felkutatásukra nem kapsz többet a 60 másodpercnél. Хрен, найди мне этих проклятых! Окей. Неоникус алкатрész, azt mondjuk annyira nem kell. Köszönöm szépen amúgy a támogatást, bárki is volt. Mindjárt megnézem, srácok. Se úgy néz ki, hogy mindent összeszedtünk, amit csak látott. Hupák! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 23 eurónyi támogatásodat. Köszi szépen a mostani célhozzaló hozzájárulást. Köszi, köszi. Неплохо, неплохо. Теперь давай сделаем мазь. Ладно, на этом пока и закончим. Új előny megtanulva, tökéletes gyűjtögetés. Tökéletesen begyűjtögettem Pupák 23 euróját. Többször is kéne ilyen izére menni, küldire. Ezek szerint nagyon jövedelmezve. Na, itt van gyűjtögetés és a tökéletes gyűjtögetés. Ez jó menet volt. Srácok, 20,4 rement le a kajánk, és menni kéne aludni, aztán pedig menni kéne további küldikre. Mert az alvás. És ezért is kell megkérdezni, nehogy lemaradjak valami különlegesről. Hát most, most nem volt különleges. De néha van, és meglepetés. Néha reggelire eszek pörköltet, vagy nem tudom. Az is benne van. A kaja az ugyanannyi maradt most is, bár ti azt nem látjátok, de 20,4 továbbra is. Aló? Itt van Olga. Igor, вы там? Olga. Если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста. Olga azt кери, hogy válaszoljunk. Ez most élő, azt kérdezi. Кто это? Меня зовут Ольга. Я живу в поселке в Рыжем лесу. Наслышана о вас. Думаю, мы можем помочь друг другу. Слишком часто Olga симпинак ты мне. В последнее время. Нельзя ли поконкретнее? Учитывая обстоятельства, ваша подозрительность понятна, но у нас общая цель — выгнать Нар из зоны. Ну, я приехал сюда не для того, чтобы вести партизанскую войну против корпорации наемников. Да, я знаю. Вы кого-то ищете, как и я. Пожалуйста, приходите в наш поселок в Рыжем лесу, нам нужно поговорить. И будьте очень осторожны, ладно? Чудовища... Как правило, они приходят ночью, но не всегда. Egy újabb stalker, aki az erdőben ólálkodik. Többet kell tudnom. Ki vagy te valójában valami partizán? Я Ольга. Мы с моим отцом Матвеем заботимся о беженцах и самоселах в зоне. Это все, что вам сейчас нужно знать. Пожалуйста, приходите в поселок. Kérem, látogass el a faluba, ez нem csak rólam szól. Helyesen is cselekednél. Если буду поблизости. Megyünk, hát amúgy megyünk Olgához. Hát, ha őt is be tudjuk gyűjteni, és kacok. Így szóltak ehhez. Na csá! Azt mondja, vörös erdő egy hang az erdőben. Olga egy falu lakója valahol a vörös erdőben. Kapcsolatba lépett veled. Szüksége van a segítségedre, és találkozni akar veled. Jó,
Na hát akkor pihenni senki nem fog. Azt mondja, Olivér tud menni nekünk. Olivér mindenhova tud menni, hát ez durva, mondjuk. Azt nézem, hogy ide tud menni Saskó 93%-kal, ide tud menni Mikhely 99%-kal, ide pedig Olivér a maga 99%-ával, bár gyógyszercsomag is van, de... Mi a különbség a Pripyatyi ledobott gyógyszercsomag, illetve a sima gyógyszercsomag között? Tehát valószínűleg semmi. Úgyhogy Olivér, go, go! És megyek én pedig a küldire. Na, hadd szóljam. Tényleg amúgy, mit mondanak? Mit mondanak? Nagy okosok. How long to beat them? Mit mondanak erre a játékra? Chernobylite 11,5 óra. A main story plus extra 17,5 óra. Это Ольга? Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. Иган, иган, сталкер, сервиантик. А можно вместе отыскать давно утраченную любовь? Nem tudom, hogy a stalker mennyire scifis, de ez egy nagyon scifis stalker játék. 12. nap, Vörös Erdő, délután. Semyon, egy hang az erdőben. Kérdőjel, kérdőjel és kérdőjel. Megyünk az első kérdőjelhez. A stalker nem ennyire scifis? Na hát ez nagyon scifis. Ez nagyon scifis stalker. Mizuj szféra karcolom. Az ott valami enemy? Nem, ez nem is enemy. Cserno test! Mi a fene? Cserno test. Nem hoztam magammal lőszert, nagy a baj. Nem szabad használnom a srácok a zárt többet. Nem szabad használnom az árt többet. Még 5 másodperc se telt el, de Jánter már is lőtte egy headshotot az árjével. Amikor öcsém régen stalkerezett sötétbe, akkor mindig ráijesztettem, és semmilyen nagyon utált. Egy jó gamer tesó. Az ott micsoda? Valaki éppen ott térugrásokat hajtott végre. Azt mondja, hogy arra kell majd mennünk, de nem mehetünk arra tovább, úgyhogy balra. Go, go, balra. Mindjárt olvasom a srácok a csetet. Igen, a stalker, a scifis. Hát az biztos, hogy én annyira nem vágom. Ó-ó-ó-ó-ó. Na. Egyet látunk, de ahol egy van, tudjátok mit mondtam, ott van több is. Na.
Az a gond, itt van az enemi előttem. Wow. Szia, Mester Lajos! Ilyen zöld futókkal te nem is találkoztál? Ők azok, akik így a... utaznak. Hát nem is tudom, hogy hívják. Ők utaznak így a világok között, vagy nem tudom milyen a jó szó. Pszichémet nem kicsit rombolja az, hogy én itt egy gyilkolászok, de hát... ez már csak ilyen. A stalkerek élete nem csupa móka és kacagás. Igen, csak inni kell és minden jobb lesz. Wow, fémlemez. Oda kell majd végül menni. Most itt eszembe, hogy itt volt valami, amit robbantani is lehetett volna. Fene vinni el, itt arrafele volt valahol. Azt is ki akarom próbálni, mert én rohadtul nem robbantottam még eddig a játékba. És most meg nem fogja mutatni, pedig itt volt valahol, nem? Itt volt valami zug, ahol lehetett volna robbantani. Talán egyébként pont itt. Hát valahol itt jelezte. Errefele jelezte. Aha, itt. Aha. Ó.
Na tehát volt itt egy ételadag, és három Csernobilit. Na hát ez így megérős. Megérős a történet. Na jó van, megyünk srácok. Tovább kell menni. Tovább kell menni. Nem tetszenek ezek a hangok itt. És az se, hogy lelassít a játék, hogyha szintet lépünk. Ez egy másik vonat, vagy ezzel a vonattal jöttünk? Bár a rumli alapján biztos nem ezzel jöttünk. Hát, halló, mi ez a shotgun? Jöhetne valami zene közben, vagy valami muzsika. Kezdek parázni. Arrafele jobbra lesz Semyon. Mennyi mechanikus alkatrész. Azt ezem... Ja! Puskalőszer! Hullos! Puskalőszer az nagyon kellett. Egy kis elektronikus alkatrész. És van valami elrejtve, srácok. Hozzá vegyi anyagok. Szerintem nagyon jól állunk, srácok, eddig ez alatt a... Küldi alatt egy csomó hasznos dolgot sikerült beszerezni. Ez a Kozlov nevű fickó fontosnak tűnik, esetleg találkozhatnék vele és rákérdezhetnék Tatjanára. Pont azt mondta amúgy Mikhail, hogy halál rájuk! Уверен? Не могу уже. Может, нам лучше... Решил сразиться с монстром, да? Давай. Но я запру дверь изнутри. Ну уж нет! Тогда заткнись и не рыпайся. Я что-то слышу. Értem. Ez valami rádió volt, vagy most ez mi volt? Szágon, hogy naros katonák beszélgettek. Nem mertnek szörnyekkel harcolni. Hogy lehet oda lemenni? Hogy lehet oda lemenni? Szerintetek hol lehet a lejárat? Valószínűleg amúgy itt. Ja, én ilyen Csernobilos zenére vágytam. Nem tudom. Nem tudom, hogy hol kéne menni. Itt az ajtó, tehát annak a...
értem. Ezt a sörétessel kéne kilőni, vagy... Vagy most mit akarhat a játék? C, gyors menü, 5-ös. Nem tudom, rálövünk egy shotival. Hát... Nem. Nem tudom. Tehát, hogy látom, ott lehet lemenni, de hogy... Hogy lehet oda bejutni? Gőzöm sincs, hogy hogy lehet oda bejutni, srácok. Ezt az ajtót valahogy ki kéne tudni nyitni. Bezárták a narosok. Lehet, hogy azért nem tudok oda bejutni, mert majd ide szól nekünk a küldink. Jól van, úgyhogy menjünk oda a kérdőjelhez. Menjünk oda a kérdőjelhez. Ide meg miért mondja azt a játék, hogy anti-Csernobilit szükségeltetik. Hogy oda mondja. Hát de én láttam valamit itt. Ó. Mi a manó? Értem, még egy sörétes. Azt a rohadt milyen sörétes szereztünk, srácok. Barkácsállomás. Elég fullos sörétes szereztünk. Nem navosok, narosok. Aha. Az anti-Csernobilit égő, ez abszolút megérős volt. Abszolút. Na, megyünk rá a kérdőjelre, hát ennyi lootot nem hagyhatunk ott. Most tehetne meg a lefoglalt cuccok raktárát. Hogy hagyhattam itt ennyi mindent? Jó, hát nem tudom, hogy hogy lehet oda lemenni, srácok. Biztos lesz valami küldi. Na, itt valami... Mondottam, hogy itt lesz valami. Я не могу пристрелить собаку. Nem lehetek lehet, egyszerűen nem megy. De ezek az állatok úgyis megdöglenek, és közben mindenféle sugárzást terjesztenek. Ja, értem. Nem akartak állatokat ölni. Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. A katona azt mondja, hogy mindenkinek megvan a maga a feladata, nekünk kutyát kell ölni. A felelősöket meg majd a párt vezetők megtalálják. Ja, hát úgy néz ki, skacok, hogy erre felé mindent átnéztünk, még beszélünk Semyonnal. Ezt azért nem hagyhatjuk ott. Aztán go haza. Nem akarok én ennyi időt itt eltölteni. Még egy táska, hát ez hihetetlen. Mennyi táska van itt? Beredem? Hát ez mindenhol rossz, Adri. Szegény állatok, hát meg szegény emberek, ugye? Ott két mogyoró van lent. A föld alatt. Jó fele megyek? Jó fele megyek egy. Oké. Azt hittem, hogy nem jó fele megyek. Ki kér egy kis sütit? Elég nagy iparba termel. Nipple Light már süti milliárdos közben. Neked hogy megy, Adam? Tényleg megnéztétek a filmet, a Csernobilos filmet, srácok? Megnéztem, de... Én azt vélekedtem róla, hogy inkább néztem volna meg a sorit még egyszer. A lootot? Na és mit javítottak a looton? A Deus, mit javítottak a looton? Ó, megtelt a leltár, hát ez elképesztő. Mi az, ami nem kell? A revolver lőszerből nem kell ennyi. Jó, hát ennyi, aztán tényleg nem kell a revolver lőszerbe.
6,7 millió másodpercenként. Ádámnak meg 13. Wow! Nem kell ennyi lőszer, azt amikor szükség lenne rá elfogy. Árlőszerre szükség van, de revolverre nagyon nincsen. Revolverről baromi sok van, és azt csak kereskedni tudom. Elkereskedni. A filmet nem nézted meg, mert ezt mondtam? Ilyen hát ilyen dráma. Hát az a csernobili dráma igazából. Mármint, hogy nem csernobili dráma, ez egy... ilyen romantikusabb, dráma jellegű csernobili film. Lőszert cserélsz ócskavasra, illetve lőszert cserélsz fel... Na hát ez az. Pont amúgy ő kell nekünk. Veszünk vegyi anyagot. Nem, az biztos, hogy nem. 5 vegyi anyagot cserélsz puska lőszerre. Na ez az, ami nem kell nekünk. 5 mechanikus alkatrészt vásárolsz 2 revolver lőszerért, ez jöhet. 5 gyúlékony anyagot vásárolsz 1 sörétes puska lőszerért. És ennyi. Aztán felszerelés. Felszerelés 10 puska lőszerért 1 gázmaszk, primitív páncél sörétes puska lőszerért és 1 fémlemez 4 revolverért. Na, kész. Igazából kész. Ennyi. Köszi szépen. Jó. Ez jó deal volt, ez jó deal volt, skacok. Most visszamehetek egyébként a lőszerekért. És mehetünk tovább. Igen, anyukám hívott is egy hete, hogy a Netflixen kereste a sorit, mert mondtam neki, hogy nézze meg, mondom az a film, és azt hallottam, hogy azt nem érdemes megnézni. Hát figyelj! Nem tudod, mivel töltsd el az idődet, és tényleg láttál már mindent, amit akartál, akkor talán jó. De amúgy nem ajánlom. Csernobili hangulatot a sorozat az, ami, hát mondjuk ezt nem tudom, de szerintem az adhatja át. Ugye legjobban. Ezt is hozzátetted, hogy inkább a sorozatot mi? Ja. Hát igen. Na, szóval Semyon nevét érdemes megjegyezni, mert ő az, aki így nagyon jó dologgal foglalkozik. Itt meg már nyomják a villámokat, meg ilyenek, úgyhogy lassan vége. Lassan vége kell, hogy legyen ennek a portjának. De azért még itt egy kis lút, ott egy kis lút. Jaj, azt mondja, hogy gázmaszk, ugye gyorsan. Vegyi anyagokat nem tudjuk felvenni a hülye revolver lőszer miatt. Gomba! Gomba! Nem ismerlek, mit akarsz? Igor vagyok, Olga küldött, értem. Olga, valami Igor nevű sekve érkezett hozzá. Ismered ezt a fickót, vagy lőjem torkon? Semmi baj, nyisd ki a kaput, Márko. Márko, milyen kedves vagy. Aha. Ну привет. Слышал ты из той компашки, с которой Hello, даже Нарси te vagy a csapat egyik tagja, akik a Narci vagyják. Hányat öltél már meg közülük? Most kaptam egy e-mailt. 70 eurós kedvezmény van a Secret Labs cuccokra. Ezt csak azért mondtam, hogy
Dave hát, ha szívja a fogát, hogy várnom kellett volna még egy-két, tehát nem, amúgy nem azért mondtam. Ha esetleg valaki gondolkodná, akkor most 70 eurós kedvezmény van a Secret Lab-es cuccokra, skacok. Elismered, hogy te voltál az, a hírneven megelőzött, de ez jó vagy rossz dolog? Letagadod, hogy te voltál az, ennek a fickónak nem kell tudnia róla, hogy mire vagyok képes, és azt mondod, hogy semmit se tudsz. Hát akkor azt mondjuk, hogy én voltam az ősz, úgyis szereti az ilyen nyakon pufogtatást. Annyira sokat, hogy már elvesztetted a fonalat, mi? Ez a beszéd, folytassad csak, amit eddig csináltál. Na, mondtam én, hogy be lehet vágódni. Amúgy ne is mondd, állandóan tortákat csinálják, de most vad a névnapján... De most vad a névnapján, mert rosszul érzem magam, hogy tortát kap, mikor csak egy sima hétköznapi délután is azt kap. Hát erre az a megoldás, Adri, hogy csinálod a különleges tortákat, a különlegesebbnél különleges tortákat, és az a meglepetés, hogy nem kap tortát. Más kap helyette. Na? De csak viccelek. Nyilván torta az így alap, gondolom én. Névnapra. Kinek mi van megszokva? Beszélgetős típusnak tűnök? Beszélj a főnökkel. Professzor Himinyuk, полагаю. Megtiszteltetés, hogy végre személyesen is találkozhatunk. Sok dolgunk van még neked és nekem. Miről akarsz beszélni? Néhány napja valaki elvitte a készleteinket, a férjemmel Kostya a tolvajok után eredt. Most már ő is eltűnt. Közben megjelent néhány narkegyenc, akik azt állították, hogy szereztek egy foglyot, akit el akarnak cserélni valami értékes dologra. És te azt hiszed, hogy a Kostyád lesz? A leírás stimmel, egy szempillantás alatt elcseréltem, de mint látod, nincs csere alapunk a férjemért. Ó! Oh. Ennék egy jó szendvicset. Amúgy nem. Vagy nem is tudom, igazából egy jó bolonyait. Egy jó bolonyait ennék. Vagy... Na, nem is tudom. Sajtos tejfölős tésztát is akár. Lenyűgöző, de mi ez a hely pontosan? Hogy élnek normális emberek a zóna közelében? Átlagos ember... nem vagyunk átlagos emberek, vadászok vagyunk. Nagyon jól ismerik ezt az erdőt, Olgáék. Mi a helyzet veled? Túl fiatal vagy a... A mihez? Emlékszel a Csernobili katasztrófára? Igazad van. Anyámmal érkeztem Minskből, miután apám meghalt, és még tinédzser voltam. Orvosként segíteni akartam, akart a sugárfertőzötteken. Itt találkoztam Matvejjel is, és megkedvelték egymást. Aztán megérkezett a nar, és keményen ránk szelt. Anyámnak nyoma veszett, ez már évekkel ezelőtt történt. Matvej gondoskodott róla, megtanított mindenre, amit tudok. Minskben csak egy emó lány volt, amit én vagyok az erdő Isten verte királynője. Kostya 2 évvel ezelőtt jött ide az orvosok határok nélkül keretében. Miattam maradt, de igen, a többi nem tartozik rád. Amúgy remélem nem felejtetted el, hogy Adri névnap lesz. Az a helyzet, hogyha ezt Ha innen kellene, hogy eszembe juss... Szóval, ha chatről kellene, hogy eszembe jusson, Adri, akkor már rég rossz lenne. Mármint, hogy akkor már rég el lennék késve. Az a helyzet. De köszi, hogy szóltál egyébként. Ez külön be van írva a naptáromba, mert amúgy hajlamos lennék az ilyen névnapokat elfelejteni. Ez is egy olyan dolog, hogy kávé tudom a családban mindenkinek a szülnapját, csókolom. A névnapokat meg, hát ezt majd nézegettem. Jó, hát anyumnak tudom a névnapját, meg apumnak is, de hogy így, ennyi. Igen, igen, igen. És az a legrosszabb, hogy egy állat nem tud úgy dönteni, hogy akkor...
Hát egy állat nem tudja ezt a helyzetet mérlegelni, így nekünk kell helyette pupánk, ez tök rossz. Még menthető, anyukám tőlem kérdezte, hogy melyik nap van. Csak azért kérdezte, hogy melyik nap tartod, mert hogy így, hogy már kimentél Angliába, mert nem biztos, hogy úgy tartod, mint ahogy a magyarok tartják. Szóval lehet, hogy Angliába más naptár van, máskor van a névnap, meg ilyenek, úgyhogy anyukát csak azért kérdezte. Nem azért, mert nem tudja, hogy mikor van. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я segítünk egy random embernek. Друзья всегда могут рассчитывать на Барятаинг фином водкат солгалум. Барятаингнар фином водкат солгалум фал. Да, и вот ещё. Вау, а зенешигетнек мег сюритэш пушкат. Наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасёшь Костю. Само собой. Твоё желание. Azért élek, hogy szolgáljak. És milyen halk volt egyébként a karakterem, tehát hogy így a zene elnyomta a karakterünk hangját. Mi a fene? Hát azért nyomtam egy kukucskálást, hát ha lehetne valamit itt lootolni. Ne szívass, egy hang az el. Na jó. Na jó. Engedjetek ki, de gyorsan. Na, ki is mondta azt? Agniverzer mondta azt, hogy valószínűleg egy később oda-vissza küldi minket. Ezt tippeltem amúgy én is. És nagyon úgy néz ki, hogy oda visz minket a küldi. Oda kell mennünk. Tök jó látni, srácok, hogy így nincs mit lootolni már. Jól tudom, sietni kell. Tudom, sietni kell. Nagyon sietni kell. Tudom, sietek. Jaj! Ezt a sörétest nem tudjuk felvenni, de kidobjuk a lőszert, ezt már is fel tudjuk venni. Ezt a fémlevest is fel kell vennünk, úgyhogy revolver lőszer minusz. Nyomunk egy kis pszichéjavító nyugtatósót. Nyomunk egy kis ilyet. Nyomunk egy kis hiet. Jó. Jó, az be van tárazva. Ez a magától becsukódó ajtó, nem tudom miért kellett. Várjunk egy percet, Kopacsi, Kostya, a francba. A fickó, akit a NAR keresett, akit megöltem, Olga férje volt. Na várjál, kitöltem meg. Most így nincs meg. Én nem tudom, kitöltünk meg, srácok.
Ez egy korábbi... De most így az helyzet, hogy nagyon nincs meg. Tadeus. Hogy kitölhettem meg. Pár nappal ezelőtt. Nincs meg, sajnos nincs meg. Korábbi küldetésen megölted az embert? Ja, igen, megöltem. A sunyin viselkedő embert megöltük, igen. Már ezt én lehetett, hogy életbe hagyott. Igen. Őt megöltük. Jaja, megvan. Ilyen lyukba volt. Egy lyukba volt. Ja, sajnos őt megöltük. Я принёс ваши припасы. Потрясающе. А что насчёт похитителей? Просто говнюки из Нары решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Szerencsére van Csernobilitú, és tudunk döntéseket módosítani, hogyha minden igaz. Если встретишь его, скажи поторопиться. Он нам нужен. Он нужен мне. Хрен его знает, на что ты рассчитываешь со своей правдой. Но вперед, валяй. Не терпится взглянуть на ее реакцию. Meg lesz a felszerelés, meg lehet változtatni. Ja. Да. Hát elmondjuk az igazat. Я видел его в кабачах. Мы повздорили. Он не сказал мне, кто он, и я... Он мертв. Мне очень жаль. Я не хотел, чтобы так получилось. Ситуация вышла из-под контроля. Я был вынужден, понимаешь? Мертвый Хак, характер. Нельзя было рисковать. Из-за него я мог никогда не найти Татьяну. Что ты сказал? Ой, ну бога ради, а! Ну никаких перестрелок в селе, ты ж сама вела это правило. Ну, кроме того, мы же не так вопросы решаем. Нет, именно так я решаю такие вопросы. А ты, ублюдок, я с тобой еще не закончила. Ясно тебе? Оглядывайся почаще, потому что я никогда тебе этого не прощу. Na, hát, mint kiderült, ez nem volt egy jó döntés. Cserébe mindent megcsináltunk itt. Hát nem volt a legjobb ötlet, de hát szerencsére tudunk a döntéseinken módosítani, úgyhogy igazából most megyünk is haza. És amíg megyünk haza, addig én hozok magamnak egy kis teát, mert elfogyott, úgyhogy... Lett volna az egyik? Hát ez majd úgyis kiderül. Spoilerezzetek, skacok. A srácok hoztál egy jó kis seresznyés, tehát nézzük, hogy haladtak a küldéjeink. Sikeres volt mindenki, és mindenki talált egy-két érdekességet. Aha. Gyógyszercsomag ugyanaz, tehát az étel elosztás. Nos, úgy néz ki, hogy 20,4-ről előállítottunk 22,9-et, tehát azaz 2,5 kaja csomag. Mert kaja lett előállítva, hogyha mindenki átlagosat kap, az 4. Egyébként meg 8.
Tehát még kéne olyan gombás, kajás, cuccos. Uh-huh. Bár így is nagyon jók vagyunk. Így is nagyon-nagyon jók vagyunk. Mindenki átlagos kaját kap. Nagyon jó ez a muzsika, Mikhail. Nagyon furán állít Oliver, srácok, nem? Wow, az tényleg egy fullos shot jött. Itt nem lehet forgatni itemeket? Mint a Tarkovba. Nem is akarják olyat, mi? Sugárpuska. És molekuláris plazmavető. Csinálunk molekuláris akut és folyadék lövedékeket is. És éppen, hogy elfér nálunk ez a cucc. Eltesszük a lőszereket, ami abszolút nem kell nekünk. Na, erről beszélek, srácok, hogy a revolver lőszerből rengeteg van. Nem tudok vele mit kezdeni, annyi van. Na nézzük. Gyors menü 5-ös. Ez mi? Ez a molekuláris plazmavető, mihez csináltunk akut 3-at. Jesus, ez te jó lenne kipróbálni. Amúgy az is vicces, hogy fertőzött világ, azt annyi kaja van, hogy simán lehetne egy terült-terülő asztalka. Ja! Ja. 6-osra tettem a levest, ami nem kell, hogy ott legyen. Ez meg a sugárpuska. Na és akkor lehet ezen, ezeken valamit pimpe... Jézusom, amúgy nagyon menő cuccokat szereztünk, srácok. Nagyon menő cuccokat craftatok. Hát már ez is milyen jól néz ki. Igen, itt craftoljuk az itemeket. Itt pedig... igen, ez kell ahhoz, hogy egyáltalán tudjak ilyeneket craftolni. Hát de biztos van olyan is, ami... fegyverkovács és sugárpuska kalibrációs eszköz. Na ez az, ami nekünk kell. És most, hogy ezt megcsináltuk, most már kell teljesítményes cucc. Tehát kell egy áramellátósdi, nincs elég áramellátó. Úgyhogy ezt csinálunk. Jó, az most már van, és most a kényelemmel kell foglalkoznunk. Ilyetnének ilyen paravánok. Na, itt már pont nem férünk át.
Угу. Ilyen múgy lefőzöl egy nagy adag tehet és azt iszogatod? Nem zavar, hogy állott? Hát az zavar, hogy nem tudom meginni így napközben, amikor még forró, mert a friss forró tehet szeretem a legjobban. De nem zavar, hogyha már egy egész napot állt. De a filtert azt kiveszem belőle. Filtert azt kiszoktam venni belőle. De ja, reggelente le szoktam egy litert. Egy liter teát. Igen, milyen szép mintás ez a sugárpuska. Tár. Szabványos tár, tömörített tár, teljes folyékony tár, illetve vegyi regeneratív tár. Önmegújuló lövedékeket tárol. Önmegújuló lövedék. Wow! Lehet melegíteni, vagy az úgy már nem jó? Lehet melegíteni, de teát már nem szoktam. Teljesen folyékony tár. A folyékony ötvözetből álló tár, amely a lövedékeket a tüzelés előtt alakítja ki, miközben megőrzi a folyékony belsejüket. Jesus. Ez a regeneratív tár amúgy izginek tűnik, ehhez most még egyelőre nem akarok hozzányúlni. Visszarúgás kiegyenlítő rendszer. Oké. Okay. Sebzés. Kiegészítő tekercs. A töltény tár közelébe található kiegészítő tekercs megnöveli a lövés erejét, de lényegesen megnehezíti a célzást. Miért akarod a csendet törölgetni, Konea? Dupla cső. Két töltény, fókuszáló cső. Aha. Egy kisebb cső szorosabban elhelyezett tekercsel. Portál kerülő kalkulátor. Egy eszköz, amelyel kisebb portálokat hozhatsz létre a lövedékek útvonalán, lehetővé téve, hogy minden akadályt kikerülhessen. Ennek köszönhetően most már gond nélkül át tudsz lőni a falakon. Oké. Okay. Ez amúgy nagyon érdekesnek tűnik. Portál kerülő kalkulátor. Oké. Okay. Ok. Hát Viktor, hogyha az van a menetrendbe írva, akkor igen, hogyha nem az van, akkor nem. Jövő csütörtökön utazok ki Hollandiába 2 hétre, ez lesz a 14. kiutazásom csak oda. Igaz, nem repcsivel, hanem kis busszal. Hát kitartást majd az úton. Már kint van Hiro, vagy Hiro. Támogatott sugárzási feltöltő. Az eszköz lehetővé teszi, hogy a lövedéket feltöltsd még a kilövés előtt. A sugárzási energia lehetővé teszi, hogy nagyobb kárt okozzon az emberi célpontokban.
Gyere. És van célzóka, mesterlövész optika, meg hőoptika. Mindenre rakjunk hőoptikát, amúgy nem tudom. Gyere rám, hőoptika, gyere rám. Ilyen rohadt menők vagyunk. Visszarúgás kiegyenlítő rendszer, az is jöhet. Ó, nyaralási meg rokon látogatási, tök jó. Nem tudom, srácok, nem tudom. Legyen regeneratív tár. Azt a rohadt, milyen komolyan néz ki. Hát még itt az előbb villámlott is. Azt figyeld. Most már nem villámlik, de az előbb villámlott. Most is villámlik. Biztos csinálja a portált. Nem tudom, hogy ezt meg tudom-e nektek jobban mutatni, ezt a fegyvert. Igen, tehát végtelen lőszer van benne, ott írja jobb alul. Azt a rohadt. Ezt ki kell próbálni, skacok. Végtelen lőszerű fegyvert csináltunk. Jézusom, de menő. A molekuláris plazma vetőt, azt így most nem tudom bizgetni. Kell nekünk, tudjátok mi kell nekünk? Olvajkulcs. És ez hol van? Elhasználtuk volna mindet. Pedig ez végtelen. Ez végtelen lőszer. Ez most bizony végtelen lőszer, skacok. Fémleveszt. Ó, tényleg, hát lehetne jobb páncélt is csinálnom, hogyha jól emlékszem, skacok. Nem. Primitív páncél, meg álcázott páncél. Igen, és van egy felesleges páncél nálam. Jó. Az már... Igen? Akkor jól emlékeztem. Akkor jól emlékeztem, hogy van ilyen. Páncél, kovács, ipari kemenc. Á, ez kell. Jaj, ja. Akkor az inventoriumból a lőszereket is. Az a helyzet, hogy nem akarom kidobálni, mert egyelőre csak megnézzük majd egy küldibe, hogy milyen ez a cucc. Taktikai páncél, kerámia lemez szükséges a használatához, illetve nehéz páncél. Jézusom, az a védelmet hogy megtolja? Kiváló harci páncél, amely a fantasztikus védelmet biztosít számodra a harc során. A cserélhető kerámia lemez számos lövedéknek ellenáll, sajnos nagyon nehéz, valamint hangos is. Így a terepen észrevehetőbbé tesz téged az ellenfeleid számára. Ilyet most nem tudunk csinálni. Nincs helyünk. Ó. Mindjárt csinálunk. Akarok még egy ilyet csinálni a teamnek, a crewnak. Ja! Láttam a Chernobyl sorozatot. Jóféle, jóféle. Hol van a másik emberünk? Oliver. Oké, és Olivernek akarok adni egy ilyet. Что нового, Игорь?
Да ничего вроде. Да. Мы... Помню... Антон Ронра гондолкадык. Антон упоминал... Хашам, кажется. Это то еще местечко Хашам было. Хашам эдь чунят то аркан. Честно говоря, нет. Ага. Как и весь остальной мир. Azok az emberek, senki nem érdekelnek a szíriai háborúk. Это называется гибридной войной. Наемники вроде нас поддерживают армию. Существует негласное правило, что мы никогда не нападаем друг на друга напрямую. Как раз это и случилось в Хашаме. Orosz zsoldosok által támogatott erői összecsaptak az SDF-fel, akiket az USA támogatott. Végignézte, hogy a barátjai meghaltak az orosznak. És nem sokan múlt, hogy őt is megöljék. Но ты в меньшинстве. Иногда насилие. Не, а за erőszak az egyetlen mód egy probléma megoldására. Скоро тебе предстоит выйти. Ещё один дорога, amit én is meg fogok tanulni a közeljövőben. Oké. Jó kis techno együtt eltérve, igen. Le vagy maradva így a kifogyhatatlan fegyvert, mert rég felhasználták a Western filmekben. Olyan fogyhatatlan fegyver. Veszem a filmekbe. Van ilyen? Na, ezt akarom cserélni a páncélzatot. Lehet ilyet csinálni? Nyilván nem lehet ilyet csinálni. Jó, akkor kidobjuk. Szét lehet szedni. Hát akkor várj egy picit. Várj egy picit, haversrác. Ez mi? Sörétes lőszer. Aha, egy csomó haszontalan dolog. Aha, alkohol. Jó, azt hiszem, igen, csak a lőszereink vannak itt. Ja, értem, pupák. Na, skacok! Most már lesz hely. Что случилось, Игорь? Поменяем? Конечно. Nos, leveszük róla a primitív páncélt. Viszont ahogy látom, neki teljesen jó. Neki teljesen jó ez a... Bár az a helyzet, hogy valószínűleg... Aj. Kéne még több hely. Azt akarom megnézni, hogy kinek nagyon jó a taktikai páncél. A védelmet maxra nyomja. Első segély csomag most eljön ide. Gyógyszer eljön oda. Gaz oda megy. Plazma vető marad. Kell égő, ott van a tolvajkulcs, azt is kipótoljuk. És még a gombák mennek, meg a fémlemez. És valami onnan hiányzik. Aha, megvan, az elektronikus alkatrész. Ez azért jó, hogy így rendeztem el, mert hát elférne még valahol egy négyes. Professzionális rendezéseket láthattok. Na hát így már is jobb. Na, tehát Saskó, mutasd magad. Давай снаряжение перетряхивай. Перетряхивай! На, Шашконак примитив панцея вам. А, чак кеттют ад.
értem. Harc, aha, a primitív páncél ad a harci izéhez is ellenállást, tehát neki, Saskónak például jó lenne a nagy páncél, az ellenállós. Csak ahhoz nincs mindenem. Jó, hát ahogy nézem, srácok, a primitív páncél az, az jó lenne Saskón. Mikhail. Misha, ez az ördögi kakofónia. Ez a зона зенея. Но ты же здесь родился. Не забывай, что я много лет провёл в Великобритании. Ага. Ты явно пропустил пару важных событий. Там раз последнее. Hard boss. Что это? Ты, я смотрю, не любитель музыки. Я обожаю музыку. Не передать себе Элиус. Не тритьте в качель. И потише. Нет. Нужно срочно исправить эту ситуацию. Послушай, секс, квас, hard boss. Hagash mega sex, quass and hard boss. В этом я не сомневаюсь. Хочешь поменяться? На. Только давай! Tehát neki álcapáncéja van. Ami az ügyességhez ad hozzá. És az a helyzet, hogy ez neki jól is áll. Ez szerintem nagyon jól áll neki. És akkor még arra kell rájönnünk, hogy Oliver... Что случилось, Игорь? Oliver, neki akkor most mi jönne igazán jól? Az ellenállása maxos lenne, az ügyesség... Az ügyességén húzhatnék egy kicsit, de az meg álca páncéllal. Ja, nagyon jól csináltunk taktikai páncél, de kell a fenének. Nagyon úgy néz ki, srácok, hogy igazából kell a fenének. És hogy ezt felvettem, jobb lett? Ha látom, lehetne armort növelni. És akkor ehhez kell a fémlemez. Gondolom én. Ez mi? Taktikai. Akkor ehhez a kerámia páncél kell. Mi? Ez most mi? Ja, felszerel. Ja, szépen ráhúztam arra. Ez gyönyörű volt. Á, nem tudom. A Far Cry 3 ingyenes PC-n a Ubisoft Store-ba. Ó, köszi az infót. Köszi az infót, Zakika. Na nézzük. Hogy kell ezt használni? Hát én ezt nem tudom, hogy használtuk. Aha, hát így használtuk. Ide húzta, azt rákerült. Érted, most meg a másikra? Ja, nem jóra került rá. Hát ez most tele van. Na, jó siege-ezés itt. Steve. Kipróbáljuk, srácok, hogy ez a taktikai páncél mennyire lesz nekünk jó. Na, és akkor most rendezgetünk egy kicsit. Mert hogy vannak nekünk puskáink. Az az, ami biztosan kell. Kis pisztolyt már nem biztos, hogy kéne hordanom. Plazma vetőnk is van, folyadék, lövedék. A helyzet, hogy ez a folyadék lövedék nem biztos, hogy kell. Na mindegy, nálunk marad. Nálunk marad, az is kell, a tű is kell. Na és akkor így meg is vagyunk. Csak ki kéne pakolni a felesleget. Felesleg pedig itt 25. Nem. Tudjátok, mit felejtettem el? Az, hogy kell valami kényelmes dolog. És ha már kell kényelmes dolog, akkor teszünk le egy kukát ide. Minden sarkon egy kuka. Eszemeteljenek az embereink. Értem, hát nem tudok még egyet lerakni. Elfogyott a mechanikus ark? Ja, akkor virág, az is nagyon fontos. A virág nagyon fontos. Ide teszem az ágyhoz. Ide is kell egy virág.
gombás virág. Ide. Na, most már nagyon jó minden. Okés. Tehát 13 gombát le kell adnunk. Miért kérdezted amúgy Viridiana teás dolgot? Neked nem jön be, hogyha már kihűlt, meg már állt egy csomót a tea? Adri például abszolút nem szereti a forró teát. 21,7. Nem egy kéne a gomba farmot, ha mindenhez ennyi gomba kell. Ja, majd meglátjuk, skacok. Még az is lehet, hogy kajából is kéne több. De egyelőre most így úgy gondolom, hogy jók vagyunk. 12,7. Legalábbis most nem akarok semmihez se hozzányúlni. Alkohol marad, sugárzásgátló gyógyszer marad, a mechanikus alkatrészből hát egy csomó elfogyott, és itt pedig 25-öt. 25, mondom 25-öt! A tea mindig mindig és minden mennyiségben jó. Főleg az ha angol és cukor nélkül. Hát az enyém az magyar és cukor nélkül. Édesítőszer az játszik. Egy literbe 3 édesítőszemet szoktam rakni. 18,7. Hát ez majdnem teli lett. Jó. Na hát, menjünk tovább. Vob-v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 ob
Nekem semmi... Jajjaj. Semmi ilyen... Pillanat, srácok. Kalácskát, nem találtam, hogy hol van, de lebújt a WC-ben. Nekem semmilyen, csak tisztán attól pörgök, mert csak évek óta... Ó, értem. Én nem nagyon viszek ilyen koffeint a szervezetembe. Elegendő nyomot szereztél a tábláról, ahhoz, hogy lefuttasd egy múltbeli esemény szimulációját. Biztosan lefeküdnél inkább aludni, mint sem megismerd az igazságot Tatjanáról? Hát, ha van elég nyomunk, hát akkor hadd szóljon. Рядно. Дело всей моей жизни. Нам есть как. Как прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить её. Она поможет мне найти Таню. Вот вам ни тень, хат нём. Это все. Нить рядно приведёт меня к истине. Я надеюсь. Ó, az összeesküvés, a hazugságok hálója és a fekete stalker. Ha? Na, nyomjuk a hazugság hálóját. Szia, Kata! A virtuális valóságba a belépés a valóság és az álom közötti állapotba juttat. Egész éjjel eltarthat, amíg feltárod a múlt titkait. Biztosan szeretnéd befejezni az estét? Igen. Hát én se gondoltam, Tadeusz, hogy itt több is van. Nem értettem, hogy most mit akar. Azt mondta, hogy nézhetek valamit, azt nem lehetett semmit, szóval kellett valamit nyomnom, és hát a QE az volt a megoldás, Tadeusz. Azt mondja, hogy nullás a páncélzatom.
Да, товарищ, мы думаем, что объект может пролить свет на все загадки. Да, нулевой пациент. Индексес. Она была беременна, всего пара недель. Терхес volt, csak P7-es, да, мы тоже этого не ожидали. Нет, она не говорит, кто нem árulják ki az, az apa, a KGB és barátaink információja alapján két lehetséges jelöltünk van. Az egyik már halott. Ki lehet az apa? Én is azt hittem, hogy csak bágatát jelne szimulációra. Ó. Oh. Na akkor ezeket ezek szerint nem is láttad még? Hát nem osz, amit most csinálok. Van még a fekete stalkeres, és arra is kíváncsi vagyok, hogy az így micsoda. Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Van gyerekünk, úgy néz ki. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня... была беременна? Ez kiderül, hogy nem is a mi gyermekünk volt. Csak Tatjanai, meg még valaki. Сначала использовали ее для своих экспериментов. За VR-ozás tök menő. Ugye a játékban. Kukucs. Ennyi? Börtöncella 1990. június 11-e este. Мой птенчик, мой милый малыш. Скоро ты увидишь голубое небо, луга, услышишь звуки океана, ощутишь запах сосен, почувствуешь тепло солнца на своем лице. Ты особенный мальчик. Egy fiú, egy fiú gyermeket szült. A 04-es csatorna, ott nincs semmi a 04-es csatornán. Не бойся, я всегда буду рядом с тобой, в твоем сердце, в твоих воспоминаниях. Найди меня там. Пора, нужно торопиться. Я люблю Пицца. Тебя, малыш. Мамочка тебя очень любит. Анюка, я наверное серед тиген, может педиг мень. На ки лето за дяркот. Я эвет тиг туле а дяркот. Да ки лето аз. Lehet, hogy a fekete stalker lesz a gyerekünk. Ezek itt a trónok harca. Tudományos részlege a KGB-nek március 23-a éjszaka 1991-ben. Да, это прискорбно. Мои люди этим занимаются. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. Аутизмусба сенвед а фью, учай валсег валами арокба фексик, азт мондя а чаво. Сия, банка. Сиастог, сиастог. К тому же он не мог сбежать сам. Кто-то ему помог. Малаки, segített neki elmenekülni. То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так. Значит, шпион, агент ЦРУ. Egy CIA ügynök segített biztos. Nekem az lenne a tippem, hogy akivel játszolok konkrétan, semmi infog nincs róla. Az oké, okay, de hogy Tatjana... Tatjánának a férje volt a karakterünk, akivel játszunk, tehát hogy nem lehet a gyereke. Szerintem. De én vagyok a professzor. Ki mi nyug professzor? Lábbis gondolom én. Вам в КГБ везде шпионы мерещатся. Видимо, поэтому у вас арестов столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт.
Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ. Это кто-то ближе. Ничего, я выясню, кто. Козлов, Саринт, нема сияйте хваток. Я правда благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия. Даже важнее космических войн. Olyan érzésem van, mint hogyha visszafelé jönnék. На кону стоит многое. Можно сказать, будущее нашей Родины. Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Ez a terület olyan, mint hogyha a Control nevezetű játékban lennék. Tanya родила мальчика, и он сбежал. Это мой сын. Боже, если так, я не могу. Соберись, Игорь. Похоже, КГБ хотел активизировать опыты с Чернобылитом. Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу. Очевидно, у них ничего не вышло. Jaj, nyomatták a Csernobilites kísérleteket ezek szerint. Hogy meghosszabbítsák a Szovjetuniót is például. Tovább tartsom. Tizenharmadik nap, a menedék reggel. És... kapunk még egy képességpontot. Kellenének még tények. Ahhoz, hogy a fekete stalkeres szimuláción is végigmenjünk. Fe. Демоны идут за мной! Я видел, как они рыщут в зарослях. Они напали на мой след. Таракант, кисагуэтэнка на рошок. Ты должен помочь мне, мышонок. Идь с валка в топачах, судьба. Jó, megyünk a Kopacsi roncstelepre. Kipróbáljuk az új fegyverünket. Hát az biztos, hogy Igor oda megy Kopacsira. Aztán van nekünk olyanunk, hogy ételcsomag, Pripyatyi központi lőszercsomag, Olivér ennél 99%-os, Pripyatyi kikötő, aha, hát ahogy látom, igazából tök mindegy. Saskó egyiken se jó, azt nézem. Az ételcsomagért mondjuk elmehetne, Mikhail pedig az utánpótlásig. Jaj, az őrültek királya. Tarakan fura egy ember. Na, nagyon kíváncsi leszek, srácok, az új fegyóra, az új fegyókra. Почему Таракан обратился за помощью к тебе? Он здесь давно. Наверняка есть другие, готовые выполнять его поручения. Он знает о нас с тобой больше, чем говорит. Будь осторожен, любимый.
13. nap, Kopacsi délután. Nyomtunk egy szkent. És van kérdőjelünk 2 is. Itt van Konaja. Hát ez, ha, ez nem Tatjana, haló. Nem látunk semmi lootat, ez nem tetszik. De! Egy kis gomba. Ott egy kis gomba. Gomba. Hát ez nem volt egy meg... Tehát egy gombáért egy kis sugárfertőzés, az... Az nem volt egy jó deal. Itt valaki lesz. Szerintem ő haver. Haver srác. Már engem kérdeztek, ő haver srác. Húha. Hát kaptunk még egy kis sugárfertőzést. A tegek között mi az, ami horror? Hát vannak benne ilyen jumpscare-ek, meg ilyenek. Lakatos! Privet! Interadagot cserélsz alapanyagra, vagy felszerelésre? Hát, mit tudom én. Elektronikus alkatrész, növény vagy gomba. Ugye mindenből egy keveset igazából, van egy csomó kajánk. Felszerelés. Egy tolvajkó és 2 ételadag, hát ez biztos nem. Kerámia lemez 1 ételadag, mondjuk az jöhet. Jó volt az üzlet? Testrészem. Na és akkor smert a küldetés, mert hogy más nem jel ez a játék. Enemy! Merre vagy enemy? Vannak itt ilyen fegyvereim. Szeretném kipróbálni. Jól, oda csalogat minket, srácok. Vagy én nem tudom. Szerintem se véletlen. Ez a sok patkány nem véletlen. Ezek a zümögő legyek se véletlen. Na, ezt ki kell próbálni. 6-os. De a végtelen lőszerünk, akkor hogy tárazunk? Ja, mert hogy regenerálódik a tár. Értem. Tehát akkor nem tárazunk, hanem újra töltődik, okés.
I see. Сколько же здесь крови? Нар здорово его потрепало. Надеюсь, он еще жив. Да и уэрюш egyébként a fegyver, azt tetszik. Ezt tetszik. Van lőszer a táskába, de nem tölt újra, hiába van lőszerem, nem tölt újra, mert regeneratív tár van beállítva. Ha hagyományos lőszert használnék, akkor újra töltene, de így viszont várni kell rá. Hát ennek is megvan az előnye, hátránya. Nem tudom, így, hogy használok más fegyvereket, igazából nem para. Kapaj, давай! Ты нашего друга убил. Скажи спасибо, что мы спешим. Не торопи его. Хочу посмотреть, как он старается, прежде чем получить свою пулю за Мишу. Если я хочу вмешаться, ну... Azt kell megnézni, hogyha nem ez a fegyver van a kezemben, akkor is újra tölt? Ó, itt van Tarakan, de jó! Az isteni gondviselés vezette a kezdőre. Túl fontos vagyok ahhoz, hogy a NAR kegyencei megöljenek. Úgy tűnik, úgyis fontos, folyton egymásba botlunk, különben is a szövetségesekre van szükség. Gyere amúgy. A szíved ellentmondás rejtegélte. Nem tudom, mit gondoljak róla, segítettél nekem, de nem tudom elfejteni, hogy megbuktál a nagy patkányfogó próbáján. Nézzük az egérke, csatlakozom hozzá, de próbaidőn vagy. Vigyázz, hogy még egyszer csalódást okozza a nagy patkányfogónak. Vagy ami azt életi nekem. Na, tök jó. Kell emelni más lőfegyver? Hát figyelj, érdemes, mert hogyha lősz vele 8-at, tételezzük fel, hogy 8-at tud, és kifogysz. Hát, hogyha kifogytál, utána már csak ütögetni tudsz. Úgyhogy kell mellé más lőfegyver szerintem. Na jó, van, itt nem mutatott nekünk semmi mást. Go home. Ez egy gyors küldi volt. Amúgy ez rohadt jó. A nagy puskát is kéne majd próbálni. Hogyha debépiel megmentősdit nyomunk. Ha nem épp ilyen megmentősdít nyomunk, akkor más is kellene próbálni. Hol
Honnan szerezted a zenedobozt? Для начала расскажи, откуда у тебя музыкальная... Она пришла ко мне. Ő látogatott meg a piros ruhásnő. Hol és mikor? Az álmaimban. Évek óta kísérti az éjszakáimat, megmondta, hol találom a zenedobozt, téged is említett. Mit mondott pontosan? Azt tanácsolta, hogy fontos eszköz lehet a patkány király elleni harcban. Azt is akarta, hogy lásd a zenedobozt, amivel meggyőzhet az egész valóságáról. Ez biztos őrülduma. Megbízhatok ezekben a szavakban? Vagy valami oka biztos van, hogy ha minketten folyamatosan látjuk Tatjanát, remélem, nem őrültség, úgyhogy megosztom az álmaimat velem. Először azt hittem, hogy csak képzelődöm, de... Ne, nem mondd ezt, teljesen valóságos, egy pillanatig se kételkedj bennem. Oké. Okay. Miért akarja a Nara halálát veszélyes rájuk nézve? Hát nem nyilvánvaló, egérke. Számomra jelenleg semmi sem nyilvánvaló. Én vagyok az egyetlen, aki az emberiség és a patkány király között áll. A satlósai minden adandó alkalmat megpróbálnak megölni. Tarakán személye azonosságáról kérdezel. Ki vagy te valójában? Miféle színjáték? Nincs ennél valóságosabb dolog. Tarakán sokkal valóságosabb, mint te. Nevednek? Van valami különleges jelentése? A Tarakán azt jelenti, hogy csótány. Ez vagyok én is. Egy alázatos lény, aki a csernobili pusztulás hamvaiból született újjá. Apró, de rugalmas. Valahol olyan ember voltam, mint Elgérke, de amikor az isteni gondviselés magához hívott, hogy szembeszálljak a patkány királlyal, megszületett Tarakán. Oké. Okay. Oké. Okay. Na már itt vagyunk négyen. Mindenki sikeresen tért vissza. Na hát azt amennyi kaját hoztak. Mindenki annyit kap, mint Igor. Nagyon király. Palácska ide jött mellém gyúrni. Jól van. Összegyújtott csapattagok 4/5, megszerzett eszközök 1/5. És lefolytott nyomozások 2/4. Na jó, valami... Tarakán tud, igen, álcát növelni. Minden, amit a búvójeden építesz és készítesz, 10%-kal olcsóbb. Minden, amit a búvójeden... Igen, ezt lehet fokozni. A környezeti elemző Tarakán tud ilyet, hogy megjelöli az ellenséget. Na hát ez kell. Tarakán, merre vagy? Tarakán, haló, haló, haló. Hát ez nem Tarakán. Viszont ő Tarakán. Haló. Egy figyelmeztető mese jutott eszébe, egy bölcsegér mindig talál finom sajtot, ha okos. De légy óvatos, nehogy a sajtot megmérkezzék, vagy belelép a csapdába. Sose tudhatod, hogy mit találsz. Ozersk, ez 195, kabum. Помню, я читал про это. Это же в атмосферу было выброшено огромное количество цезия 137 и Ты про это читал? А моя мать там была. Спокойная река. Деча. Такая красивая в это время года, но очень, очень ядовитая после взрыва. Да, это досадная неудача. Он приманил маленьких мышек кусочком бассыр, который ищешь ты, тоже может быть отравлен. Azt mondja, hogy Tatjana is az én sajdarabom, ami lehet, hogy mérgezett, még ha incsiklandó is. Nagyon rossz a kapcsolatunk. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Legalább most már neki is tudok felszerelést adni. És nyomunk ilyen kiképzést is. Ad nekünk néhány tippet. Szoftver frissítés. Отлично.
Я готов учиться. Ez nem is Igornak a hangja volt. Legalábbis nekem nem tűnt annak. Это важно для тебя, мышонок. Ведь сегодня ты станешь котом. Теперь, после доработки КПК, ты сможешь обнаружить гадких солдат нар, теней. Az élő lényeket érzékeli most már a PD-nk. Jól van, Pupák, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm még egyszer a támogatásodat is. Szép napot neked. Aztán majd találkozunk volna. Én elrejtőzök, te pedig keresd meg. Ты ведь умный мышонок. Закрой глаза. И считай. Чук бы самое самое сазик. И не подглядывай. 0, 1, 2, 100. Ennek a résznek úgy van értelme, ha nem adnám meg... Nem adnám meg, ha nem teljesíted a feladatot, így csak időhúzás. Nem tudom, hogyha nem teljesítem, akkor... Nem tudom. Tehát... itt nincs időhatár, de az előző küldiknél volt ilyen időhatár. Szóval nem tudom, hogy akkor... Akkor mi van például, hogyha nem teljesítem a... Akkor nem tudom mi van, hogyha nem teljesítem a küldit. Újra próbálhatom? Gondolom valami ilyesmi. Tovább tartott, mint reméltem. Új előny. Megtanulva szoftver frissítés. Что случилось? Привет, таракан. О, могу. Это файлет софтвер фрисшитеш. Környezeti elemző sokkal gyakrabban lesz képes átpásztázni a környezetet. Отлично. Я готов учиться. Ez se olyan Igoros hang nem volt szerintem. Мышонок. Я усовершенствовал твой КПК. Сканер mostantól sokkal kevesebb energiát használ, és gyorsabban tölt. Ez akkor hasznos, ha valami ennivalót kell találnod. Menjünk vadászni, gyakorlás közben akár fel is tölthetnénk a készleteinket. Használd a fejlesztett PD-ját, a kisebb vadállatok nyomon követéséhez, és lőj le párat. Szólok, ha végeztünk, de ne használd ki az egész napot. Ez egy érdekes küldi volt. Na, srácok! Megvan itt a szoftver frissítés, meg a fejlesz szoftver frissítés, úgyhogy most már csomó minden hasznosat lehet szkennelni a PDA-val. Annyit csinálok még, hogy legyen még egy ágyunk, nehogy az legyen, mint legutóbb, hogy nem volt hely aludni. Úgyhogy leteszünk még ide egy plusz ágyat. Ilyen gagyi ágyat, de jó az. Az a kérdés, hogy tudunk-e csinálni olyan sugár akármit, sugár izét.
Csernobilit meghajtású generátor. Nem kell. Innen meg már megvan minden. Anyaggenerátor, erőmező generátor, disztruptor, anyagnegátor. Olyan negatív anyagterületet hoz létre, amely fejlett erőmezőket idéz elő, emellett kisebb akkumulátorokba is bezárható. Ilyet nem tudunk csinálni sajnos. Hidraulikus pérés, az meg lőszert állít elő. Illetve sugárkamra, na hát ilyet akarunk csinálni. Csak a sugárvédelem úgy nullas lesz. Tudunk azon valamit javítani? Szerintetek sugárbiztonság? Na, nehogy tudunk. Csinálunk még egy ilyen cuccot, de mit szóltak? Itt is van. Öngyilkosság. Szóval ez mit is tud pontosan, ha már öngyilkos lehetek vele? Mindjárt megtalálom. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a sugárzás erejét felhasználva azonnal feloldj egy testet. Ha valaha reménytelen helyzetbe kerülnél, gyorsan és fájdalommentesen véget vethetsz az életednek. A sugárkamra lehetővé teszi, hogy megsemmisítsd önmagad. Ha így leszel öngyilkos, minden tárgyadat megtarthatod. Csak egy ilyen típusú tárgy lehet nálad. Ó, értem. Hát ez biztos jó lesz. Csak kacok, biztos jó lesz. Lett egy kis árlőszer utánpótlásunk. Nagyon sok fémlemez. Még több lőszer, gyógyító balzsam, hát... A gyógyító balzsamot se tudom hova tenni. De ahogy látom, a gyúlékony hozzávalóból lett 4,5 fölösleg. Aztán lett itt elektronikus alkatrész, 11. Úgyhogy ezt is félretesszük. Aztán növényből is 4,5. Illetve ételadagból is egy csomó, 10,9. És ahogy látom, így már jók vagyunk, csak a lőszert kell elrakni. Azt arat, mennyi lőszerünk van, srácok. Ja, leszireteljük itt közben a gombát, meg ezeket. Talán egyébként sugárpuska, nem kell a folyadék lövedék se, viszont hát nem tudom, lehet, tudunk vele kereskedni. A alvás egyébként a következő folyamat, ami így kell nekünk. Na nehogy befejezzük a napunkat. Na nehogy befejezzük. 14. nap, menedék reggel. Jó, senki nem akar velünk beszélni. Na hát, csak letámadod minket, Oliver. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке. Hatalmas lőszerszállítmány készít elő a NAR, talán élelmiszer is. Nem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget. Ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. Haszontalan. Nincs valami küldetés inkább? Kopacsi fegyverszernek. Hát jóval rámegyek, ennyire akarod. Jaj,
Tarakannak nem adtunk felszerelést. Na hát, Tarakan, nem tudom mi az, amivel szeret játszani. De hozzunk neki egy fullos shotit, egy kicsit, jó, kicsit jobb AK-t, meg egy puskát. Aztán megnézzük, hogy milyen armort szeret magára venni. Hozunk ilyen álcát, meg egy primitívet is. Arany életük van az embereknek nálam. Arany életük. Na, hát az intelligenciája az elég maxos. Ha jól látom, ha odaadom azt a puskát, akkor az ügyessége maxos lesz. A primitív... Aha... Azt nézem, hogy a harcban nagyon jó lesz, hogyha a shotit odaadom neki. Ellenállása is maxos. Lehetne. Húha. Mit kéne neki odaadni? Észlelés, harc. Szerintem úgy a... Ügyesség plusz 4. Újra kalkuláljuk. Az a helyzet, hogy a... Oda szeretném adni neki ezt a Super Shotgun-t. Viszont így az álcázott páncél nem ér nála semmit. Illetve a taktikai páncél is csak az ellenállását növeli. Jó, akkor a primitív megy mellé. Király. Puskánk, meg egy AK-nk. És ott a plazma vetünk is, oké. Okay. Na nézzük, Tarakan 100%, hogyha a bázison marad, hát ez nagyon szuper. Na, Tarakan a Duga radar felfedezés. Ja, hogy itt csak sima felfedezés van, hát menjen Tarakan. Aztán van nekünk 99%-os olivérünk. De várjál! És ja, hogy fegyverszállítmány. Igen. Hát majd elhozza, de ez semmi. Ez ilyen csak fegyverszállítmány, kit érdekel? Majd elhozza ő, hát ez ilyen ratyi küldi. Mi meg itt maradunk, aztán alszunk egy jót, nem? Én maradok a bázison. Csá! Ételcsomag, Mikhail, utánpótlás csomag, Saskó. Mit tudom én, Saskó, te? Az nem. Ételcsomagért inkább lenne. Jó, hát akkor menjünk ételcsomagért. Na hát mindenkit elküldtem, de megmaradok itthon. A társak nem teljesítik a történet küldetéseket Igornak, de végeznek felderítést és gondoskodnak a zóna biztonságáról. Ha ez sikerrel jár, akkor a katonák és az ellenfelek száma, akikkel Igor a küldetés során találkozik, kevesebb lesz. Használd a társaidat felderítésre, a küldetések túl nehéznek tűnnek, vagy nem állsz készen. Jó van, akkor tudod mit? Megyek én oda. És oda meg Olivér megy, vagy ki megy oda? Ide megy Olivér, oda meg Saskónak ez... Mikhail hol van? Ott van. Na, Mikhail, te mész oda. Oda megy Tarakan, és oda pedig Olivér. Jó, és most mindenki mindent csinál. Szuper. Megcsinálom a story küldit.
Az enemy mennyiség meg nem érdekel. Оливер никак не может перестать играть солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Ez lesz egyébként a mai utolsó küldetésünk, srácok. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. Ez lesz a mai utolsó küldetésünk. Így a Chernobylite-ban. Akadozás, akadozás. 14. nap, Kopacsi délután. Azt a rohadt, milyen durva lett a szkennerünk, skacok. Elképesztő? Hát ez elképesztő, srácok. Nagyon brutál a szkenner. Nagyon brutál, brutál, mutál. Oké, tehát hogy ez ennyi, hogy itt a fegyverszállítmány, ezt csókolom. Értem. De tetszik, hogy többször tudom nyomkodni a... Hát én itt más lootot nem is látok egyébként. Ki akartam próbálni ezt a falon átlövést, de hát nem tudom, nem működött. Vagy nem kéne termált használni. Az amúgy le kéne vennem a termált. Rohadtul nem kell már termál erre a sugárvetőre. Mit mondtok? Ha úgyis van ilyen szkennerem, akkor minek a termál, nem? És ezt mondjátok, nem is kacok? Оливер, я на крыше. Вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Ezzel az upgrade-ben абсолютно нам kell a термен. Так что надо нам постараться. Бар, biztonság kedvéért jó, hogyha egy fegyverünkön van. De mondjuk a sugárvetőn talán fontos. И не набирай больше, чем сможешь унести. Ha nem foglal helyet, maradhat, ha foglal, mehet. A termel azért zavaró, mert így most nézek, előveszem a fegyvert, azt nem tudok belenézni a célkeresztbe, csak a termelbe. A termel meg így, hát láthat, hogy a képernyő mennyi részét foglalja el. Tehát, hogy nem látok annyit, mint hogyha... Tehát, ha nem lenne rajta, többet látnék. Erre célzok. És a szkennerrel meg egyébként is látunk mindent, tehát, hogy felesleges. De biztos vannak helyzetek, amikor a termál jól jönne. Hát a szkennerrel ilyen gyorsan, tehát gyakorlatilag 3-4 másodpercenként tudok újra szkennelni. Mert ez az upgrade brutális volt. Szerintem is felesleges, az elején nagyon jól tud jönni, de most már abszolút nincs rá szükség. Tényleg látunk mindent a szkennerrel, iszonyatosan durva lett. Vannak katonák. Lehet, hogy nem is katona. Ott is vannak katonák.
Ez nem katona volt, ez szörny volt. Jesus. Jesus. Jó, hát innunk kell egy kicsit. Kis piát. Jesus, srácok. Brutális amúgy ez a fegyó. Na tehát... Milyen ellenségeink vannak itt? Az, hát az elég komoly. Ez a puska nagyon komoly. Mi van a... Ja, de miért írja ki azt, hogy a páncélzat nulla, amikor van páncélunk? Nagyon durva, hogy az árnyékokat is jelöli egyébként, srácok. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Но ты довольно не шаришь. Нем sérült még annyira a páncél, de azt írja, hogy nulla, ami tök ura. Lehet, hogy bizonyos... Помни, что я тебе говорил, Игорь. Действуй профессионально. Игорь, если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим. Hát nem vonjuk fel a figyelmünket. Oliver прав. Оливернак igaza. Только поднимем переполох без необходимости. Это никак нам не поможет. Úgyhogy Mikály nem fog örülni. Amennyit tudunk, elteszünk, de nem robbangatunk. Mikály nyomkodná a bum-bummat. Hát igen, Mikály ezt nem fogja szeretni, de nem tudunk olyan döntéseket hozni, ami mindkettőnek fekszik, mindkettejüknek. Oké, és ahogy látom, igazából ennyi volt. Van még egy Evgenyijunk, akivel lehet trédelni, de ennyi. Menjünk Evgenyijhez. Robbantás, bum bum, szemét narosok, bum bum. Nincs semmi ezen a pályán. Csak kellett kimondanom. Jaj! Cserno test! Taka! És ezt hogy tárazzuk be? Nincs nálam a tár. Oké, és ezt kell majd tárat szerezni. Azért van, hogy szép, ha kimondod, nincs semmi a pályán, és rögtön belelépsz egy taposó aknába. Egy revolver, revolver lőszer, a kedvencem, revolver lőszer, az a kedvencem, az a favorit. Na, most már csak a kijáratot kell megtalálnunk. Jó, megvan.
ledurrantottuk az enemit. Elég komolyan. Aha, itt is van elemi. Páncélozott katona? Szóval, én úgy emlékeztem, hogy a falon át is tudunk lőni, de a termállal nem jó a falon átlövés. Tudjátok, hogy miért nem jó a termállal a falon átlövés? Mert rohadtul nem látjuk a, így az eneminek a hőjelét. Így már csak azért is le kéne vennem a termált. Szia, madari! Ma még csak pirítósoztam. Ну-ка, стоять! Соси! Кереш-кедек! Что-то там говорит? Один? Договори. Держи! Это тебе! Это тебе, Асмонта. Мне пора идти. Братма форева! Братма форева! Nézzú is, madari. Na? Revol... 20 revolver lőszert adott! Hát mekkora szemét, hogy legszívesebben fejbe lőnélek. Á, aimos fegyverünk még nincsen. Hát ez így egy elég gyors küldi volt, skacok. Ez így egy elég gyors küldi volt. Na, egészségedre, madari. Lángost én is tolnék. Hozzák a gazokat, nagyon jó. Mindenki sikeres volt, hát ez tök jó. Ó, mennyi kenyér! Hát mindenki dupla adagot kap így. Nagyon ügyesek voltatok. Mindenki duplát, mindenki duplát. Egyetek, nőjön a begyetek. Na, jó csillelést, madari. Hát, én nem tudom. Kéne csinálni valami szemét feldolgozót, mert ennyi fegyvere már nem tudok mit csinálni. Mr. Ketchup, javaslom a leírást. Na, sok minden hasznos dolog kiderülhet. Na, hát annyira jók vagyunk, skacok, hogy a revolver lőszernek külön tárolója lesz, mit szóltok. Jaj, nagyon jó. Miért kellett ide hangot adni, hogy prüny, 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 ez még kellett? Nagyon idegesítő. Nem értem, hogy ezt ki találta ki, és hogy miért találta ki. Oda tesszük. Szuper.
Puska lőszer se kell most ennyi. Ahogy így. A folyadék lövedék se kell. Viszont kell gyártanunk a molekuláris plazmavető belőszert, mert az brutális. Ennek kell az a lebontól sok feleslegből megszabadulni, és még néhány materiált is visszakapnál. Van ilyen egyébként? Ezt nyugodtan elmondhatjátok, hogy van-e ilyen cucc, amivel le lehet bontani a felesleget. Biztos, hogy van. Nézzük csak, mit írnak. Innen már minden van. Vannak ágyaink is. Van generátor, ami most nem érdekel. Légmosó. Levegőminőség, légtisztító. Fertőtlenítő zuhany, asszimilátor, akármi. Barkács eszköz. Bármilyen tárgyat lebonthatsz alapanyagokká. Ez is egy olyan dolog, amit hátra teszünk. Mondjuk ide. És az a helyzet, hogy most kell generátor. Görgős hajlítógép. Ezt ide tesszük. Meg lehetne tűzhelyünk is. Hát a fene se tudja, hogy ezt tűzhelyet amúgy hova kéne tenni. Oké, szóval kell levegő minőséggel bizgető. Igen, ide. Köszönöm szépen, Tarakan, hogy itt vagy, és miattad nem tudom lerakni az újabb légtisztító egységet. Oké, most kényelem és áram kell. Jó. Akkor most már csak kényelem kell. Nem tudom. Rakunk le ilyen hordókat. Ez megnyugtatja az orosz lelkű embereinket. Lehet egymásra is rakni. Ez művészet, srácok. Ez orosz művészet. Nem érthetitek meg. Hát oda is tennék, de oda már nem kell. Na én pár perc múlva játszom az elköszönősdit. Tudok-e gombaföldet lerakni? Tudunk mindent lerakni. Tudunk mindent lerakni. Igazából a zöldséges kertből kellene még. Bár ez elég hülyén néz ki, nem lehet valami asztalra tenni? Hát nem tudom. Igen, asztal, ilyen fémasztal. Persze, oda meg... Ja, mert hogy nincs elég alapunk. Ó, a fene vinné el, semmi gond. Az a kérdés, nem lehet alá tenni, pedig az lett volna a tuti, hogyha alá tudjuk tenni, nem baj. És nagyon jó. Na, azt nem próbáltam, de mindig is izgatta a fantáziámat, madari. Na, ez így jó. És akkor rakunk le sima gombát. Lehet egymásra tenni, hát ez tökéletes.
De vajon lehet lootolni is? Mert ez nagyon jó, hogy egymásra raktam, de nem biztos, hogy lehet lootolni. Jézusom, hát mert van itt minden, skacok, van itt minden. Minden is van. Azt mondtuk, hogy leszedjük a sugárpuskánkról a termálosdit. És egy mesterlövész optika jót tenne neki. Hát akkor nem tesz jót neki. Nincs rá pénz. Viszont lebontó. Mi újság a lebontó? Hát tudunk lebontani. Na nézzük csak. Csak úgy gyártjuk a vodkát. Mármint, hogy jó lenne gyártani. Na nézzük, le tudjuk-e bontani a lőszert? Az itt a kérdés. Az itt a nagyon nagy kérdés. Hol a lebontó? Hova raktam? Valaki még emlékszik? Ide raktam. Na tehát adok neked... Ott van. Wow! Adok neked ilyet. Hát ez elég jó. Elég jó deal. Hát ez nagyon jó, srácok. Kellett ez az újrahasznosító. Valljuk meg, srácok. Na hát akkor igazából nem is kellett volna egy újabb tároló. Semmi gond. Semmi gond. Egy mestertelen csak akkor jó, ha azt automatikusan leszedi, másképp nem tudod lesz. Hát most már kiderül, hogy hogy lesz. Jöhetne valami vodka gyár is. Csak úgy gyártjuk itt a mechanikus halakat, részeket. A sörétes puskalőszer is ugyanaz, csak kevesebb kell. Taktikai páncéllebontás is elég király. Nagyon jó jön a nyersanyag ebből az újrahasznosítóból. Ez egy jó döntés volt, skacok. Ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. És még fegyvereket is újra tudunk hasznosítani. Mert hogy ennyi shotgun... Ennyi sárgán biztosan nem kell. Alap puskák se kellenek. Hát kinek adok ennyi sárgánt egyáltalán? Ami nem volt mod, azt szépen eladjuk, skacok. Hát tudom, akkor igazából el kéne venni a társaimtól is ezeket a cuccokat. Ez jó volt. Ez nagyon szuper volt. Oksa. Na nézzük, tehát van kenyér, kell gomba, nincs több gombánk sajnos, kell 5 gaz. Jól van, köszi szépen, hogy itt voltál, Lianna. További szép napot neked. És holnap találkozunk. Ha-hú, ha-hú. Szekrény nem lehet felszedni? De lehet, lehet. Lehet ilyet csinálni, lehet szekrényt letenni, meg felvenni. Csak az a gond, hogy mint a legtöbb ilyen építős játékban, hogyha valamit le akarsz rombolni,
akkor nem kapod vissza a teljes árát, szóval ezért nem rombolok, hogyha nem muszáj. Mert nem éri meg. Egyébként nagyon szívesen áttervezném a bázist is például. De nem éri meg sajnos. Csak hogyha annyi nyersanyagod van, hogy már nem tudsz vele mit csinálni. A gyúlékony hozzávalóból túlságosan sok van. Túl sok a híd is már. Na jó. Ezeket át kell raknunk máshova. Mondjuk rosszul raktam. Na, ezt is át kéne húzni. A kaják azok szerintem maradhatnak itt. Szia, Don Dave. Na, és... Ja, hogy írtad, hogy bejött. Ja, szóval a Remnant az engem is foglalkoztat, Madari. Sugárzás gátló kenőcs. Ez jöhet egyébként. A sugárzás gátló kenőcs egy jó dolog. És tudunk akkor magunkra nyomni így egy kis healt, ami gyógyító balzsam. És a pszichémen is kéne javítani a nyugtató sókkal. Öpec. És azt mondtam, hogy ebbe a tárolóba tesszük a fehér cuccost. Na, jól el lesz rendezve mi. Mit szóltok, srácok? Megadtuk a módját. De jönnek a gyártott dolgok. Kaja. Gomba. Gomba jön majd oda a növény mellé. Hát ez jól néz ki, srácok. Ez így igényes, jól néz ki. Jól van, Madari. Na, örülök egyébként, hogy tetszik. 13,1-et meg kell fogni. Na hát, nagyon szépen elrendeztük az inventorinkat, még sincs este. Nagyon jól állunk. Mi a feladat? Elmegyünk aludni, az a feladat? Hát akkor menjünk aludni. Na nehogy alszunk. Tizenötödik nap a menedék reggel, tehát hogy 4 napot haladtunk a mai streambe. Azaz elképesztően sokat, szerintem. Hát végre történnek a progresszelések, végre haladunk a játékkal. Képességek, hát illetően itt van most már nekünk Tarakan. Iszonyatosan jól lett a PD-nk, Olivértől megtanultunk lopakodni, Saskótól még nagyon nem tanultunk semmit,
de Mikhail is itt tanítgatott mindenfélére. Nagyon jó, de nagyon jó képességeink vannak már. Azt akartam nektek megmutatni, hogy Tarakan, amikor megkérte, hogy pusztítsuk el a dugaradart, akkor én azt mondtam, hogy a környezeti elemzőm legyen jobb. Az a helyzet így, hogy Tarakan segített nekünk, így most már, ha visszamennék az időbe, akkor elpusztítanám neki a dugaradart, ami nem tudom, hogy milyen következményekkel jár, de mivel eléggé önző mód cselekedtem azzal kapcsolatban, hogy inkább jobb legyen az elemzőm, hát az arra most már nincs szükségem, úgyhogy most már szívesen döntenék úgy, hogy elpusztítjuk a dugaradart. A kapcsolatunk Olivérrel nagyszerű. Úgyhogy így állunk jelenleg, skacok a társainkkal, a képességeink is nagyon jól állnak, és mindenből van egy csomó, mert molekuláris plazmavetőnk is van, sugárpuskánk, ha meg is tudom gyilkolni magam küldetés közben. Van itt minden. Van itt minden, srácok. Úgyhogy, hát remélem, hogy élveztétek, skacok. Oda nézzetek, mennyi achievement. 5 achievementet is szereztünk, és a játékból már csak 15 achievement hiányzik. És jelenleg 15,5 óránál játszunk. A Howlongtobit azt mondja, hogy 11,5 óra a játékot végigjátszani, 17,5 óra a main story az extrákkal, és a teljesen minden megszerzés pedig nagyjából 20 óra. Ezt mondja itt a Chernobylite-ról a Howlongtobit, úgyhogy az is elképzelhető, hogy a következő alkalommal be is fejezzük. Mondjuk holnap? Holnapra írtam ki Chernobylite-ot? Nem, holnapra biztos nem, mert holnap egész nap siege-ezni fogunk. De csütörtökön lehet, hogy befejezzük, és akkor pénteken már teljesen más dolgokat csinálhatunk. Hát ez tök szuper. Én nagyon örülök neki, hogy még egy játékot sikerült befejeznünk. Még egy játék teli élménnyel. Hát ez nagyon szuper. Innen folytatjuk majd akkor, srácok. Legközelebb.